Ez itt a Vakfolt Podcast, annak egy élő felvétele, amelyben én Frivalszky Majer Péter vagyok, és a karanténzónáról fogok beszélgetni, ami egy magyar film, amelynek a rendezője Zsótér Indi Dániel, és a filmet együtt írta a Vida Orsolyával, és a film nem olyan régen debütált az HBO Max-en. De most nem velük fogok beszélgetni elsősorban, hanem olyan figurákkal, akik a kulisszák mögött dolgoztak. Ülnek velem szemben öten, akik ezen a filmen dolgoztak. Megkérnélek benneteket szép sorban, hogy mutatkozzatok be, és mondjatok el, hogy a filmen mi volt a ti titulusotok, a stáblistán mi van a nevetek mellett, jó? Sziasztok, én Szombat Máté vagyok, és én voltam az Egyedül című epizódnak az operatőre, Dimet Balázs Ferenc vezető operatőr szárnyai alatt. Sziasztok, én Knap Dávid vagyok, és úgy szintén az Egyedül epizódnak én a vágója voltam. Sziasztok, én Tóth Zoltán vagyok, és én csináltam a VFX utómunkálatokat másodmagammal. Én a 3D részeket csináltam, a 2D-ket pedig Kardos Milán, aki sajnos nincs itt, ő Londonból csinálta az egészet. Sziasztok, én Éfia Pring László vagyok, a borítógrafika volt köszönhető nekem és alkotótársamnak, Juhász Ádámnak, aki sajnos az szintén nem tudott ma részt venni ezen a gyülekezőn. Sziasztok, én pedig Nagy Roland vagyok, és én voltam a film vezetővágója, és 3 epizódot azt teljesen én vágtam, a többit meg átnéztem. Nagyon köszi mindannyiatoknak, hogy eljöttetek, és azt is ismerjük el, hogy közönség előtt beszélünk. Tök jó, hogy ennyien itt vagytok. Én még soha nem beszéltem ekkora közönség előtt. Nagyobb előtt már igen, kisebb előtt is, de ekkora közönség előtt még nem. És akkor beszélgessünk egy kicsit a karanténzónáról, ami egy antológia film, tehát több különböző szegmensből áll. Erről Roland már beszélt is, hogy nem mindegyiket ő vágtok közvetlenül. Meg ti is mondtátok, hogy egy-egy szegmest ti fényköztetek, egyet vágtatok, és volt vezető operatőre is a filmnek, a Dimet Balázs. Ezekről mindről fogunk majd szót ejteni. Az első kérdésem azért az lesz, hogy hogyan kerültetek kapcsolatba ezzel a produkcióval, és milyen volt dolgozni rajta? Hát én hogyan kerültem kapcsolatba? Itt nagyon régre kell visszanyúlni, mert Zsótér Indi Dániellel mi együtt felvételiztünk annó 2010-ben a BKF intézménybe, ami most Metropolitan Egyetemnek hívnak, és őt felvették fel annyi pontszámmal, mint engem. Engem meg nem. És hosszú éveken keresztül kinevezte magát az esküt ellenségemnek. Nem értettem soha, hogy miért. Aztán én is csináltam egy hasonló körülmények közt készített filmet. 2015-ben készült el, az is nagyjából 3 évet ölelt föl. És amikor ő újságíróskodott, én meghívtam, hogy újságíróskodja meg a filmemet, és akkor egy hirtelen jó fej lett velem. Danit viszonylag régóta ismerem, és azóta rendkívül jó cimborák lettünk, és akkor Balázstól egyszer csak kaptam egy telefont, hogy csináltok egy filmet, viszont ő nem tudja vállalni az egészet. Ez akkor még úgy volt, hogy ez egy több részes sorozat lesz majd egyszer. Aztán egyszer csak így a utómunka során, vagy nem tudom mikor döntöttétek el, de ez egy sketchfilm lett, egy egybevágott nagy film lett végül. Amikor a Balázs felhívott, akkor még senki más, ugye rajtam kívül volt még Gajdics Dávid, illetve Szent Iványi Gábor operatőrök, akik a Muki és a Hatóságilag epizódon dolgoztak, és én még választhattam ebből az 5 epizódból, kivéve a Seholt, mert azt már lefixálta a Balázs, hogy azt ő fogja csinálni, és én az Egyedült választottam a maradék 4-ből. Köszi, Máté. Dávid? Hát, hogyha ilyen messzire megyünk vissza, akkor én is a BKF azóta már METU egyetemen ismertem meg Mucsicska Lászlót, a filmnek a
narrátorát és társproducerét. Macinak a felesége, a Zsuzsi volt nekem az évfolyamtársam, és akkor itt ugrunk egy pár évet. Elkezdődött ennek a filmnek a közösségi gyűjtése, és én ezt láttam, és ráírtam a Macira, hogy tök szívesen vágnék belőle egy részt, és ezután a Dani engem felhívott. Én nem voltam olyan szerencsés, mint Máté, hogy választhattam, ő azt mondta, hogy az egyedült fogom én vágni, és mondtam, hogy részemről ez így amúgy rendben van. Zoli? Hát nekem semmiféle ilyen régmúlt sztorim nincs senkivel. Én a vetítésen találkoztam kb. Mindenkivel először, a Danin és a Balázson kívül. Engem a Dimet Balázs keresett meg, miután a film már leforgott és elkészült, hogy utómunkázni kéne egy-két különleges effektet bele, és én alapból nem a film szakmában dolgozom, hanem a játékiparban, úgyhogy nekem ez egy teljesen új tapasztalat volt, és egyből éreztem is, hogy ez nagyon nagy falat lesz, és akkor szóltam egy barátomnak, a Milánnak, hogy be tud-e segíteni bizonyos dolgokban. Mégis ez a sztori. Tök jó. Laci, te mikor kerültél ebbe az egészbe? Utólag? Mint plakát tervező. Hát ez egy elég érdekes sztori. Annyira régre nem tudunk vele visszamenni. Igazából volt egy borzongás magazin. Ott a második lapszámnak a bemutatóján találkoztunk szerintem mi először Danival. Köztesen utána kiderült, hogy ő publikált is ebbe a magazinba, és utána egy jó darabig nem nagyon tudtunk egymásról, mert mindenkinek megvan a saját dolga. Aztán elkezdtem követni ezt a karanténzóna nevezetű jelenséget, hogy mondom, hoppá, valami végre történik itthon is. És miután nagyjából olvastam belőle a részleteket, hogy közönségfinanszírozás, barátok hozzátettek mi egymás, pontosan ezen oknál fogva tetszett meg nekem a projekt, hogy ő egymaga összetudott rántani egy olyan csoportot, akik tisztelik, becsülik és beleállnak abban a munkába, még ha nincs is fizetség a végén, hanem azért, mert azt csinálják, amit szeretnek. És akkor én is, ha jól emlékszem, egy üzenetet írtam csak nekik, hogy gyerekek, nagyon gratulálok az egészhez, és ha valamiben hozzá tudok járulni, akkor nyugodtan bármikor szóljatok. És szerintem aznap, vagy következő nap, nem sok idő telt el, és már írt is adani, hogy lehet kéne egy borítógrafika, benne lennél? Mondom, próbáljuk meg. Köszi. Roland? Hát én 2020-ban eljöttem az Indexről, és akkor rengeteg időm felszabadult, és nekem a Balázs nagyon régi cimborám, sokat dolgoztunk együtt régen, és hallottam tőle, hogy a Danival csinálnak egy filmet, és hogy különböző szegmensekből áll majd, és hogy szóltam, hogy van egy csomó időm, igazából szívesen vágnék filmet, mert igazából nagyon szeretek filmet vágni, vagy azt szeretnék, és hát én sem választhattam, én a Mukit kaptam meg, mondták, hogy a Muki lesz az, amit vágni fogok, és ebbe így bele is egyeztem. Aztán ez később bővült még két epizóddal, mert Danival jó volt közösen dolgozni, meg így megértettük egymást, és így jöttek egymás után a következő és következő epizódok. Aha. Köszi szépen. Volt olyan közöttetek, aki már a filmben szereplők közül, vagy bárki valaki akár az a színfala mögött dolgozott, már volt alkalma együtt dolgozni? Nyilván a Balázs sokan ismeritek, de úgy egyébként. Igen, igen. Ugye az Egyedülben Tankó Erika a főszereplő, és én már vágtam kettő filmet is, amiben Tankó Erika szerepelt korábban. Az egyik Csoma Sándornak a Tabula Rasa című kis játékfilmje, a másik pedig a Ma még nem című kis játékfilm. Mind a kettőben Tankó Erika volt szereplő. Lehet mondani, hogy ismertem az arcának a rezzenéseit, és tudtam, hogy ő azért egy megbízható színésznő, tudja hozni a szerepét, úgyhogy örültem. És az Orsival is dolgoztam már egyébként korábban. Egyébként, bocs, hogy félbeszakítalak. Mi itt a partvonalról figyeljük egyébként az eseményeket Orsival. Én Dani vagyok a filmnek a rendezője, úgyhogy azért ilyen visszafogottak a srácok szerintem. Erős rendezői kontroll alatt vagyunk. Szóval, hogy az Orsival is dolgoztam már együtt korábban. Mi együtt diplomáztunk az Orsival, és a diplomafilmünk, a nagy diplomafilmünk a Sightseeing című kis játékfilm, amit Borbás Dávid rendezett, az Orsival közösen írtak. Ott mi együtt dolgoztunk, én ott is vágóként voltam ebben a projektben. Köszi szépen. Szóval ez egy ilyen szívességfilm volt igazából. Mennyire volt ez teher elvállalni, vagy mit láttatok ebben, ami miatt ezt elvállaltátok? Balázs, amikor először hívott telefonon, azt mondta, hogy hát ilyen, csak ilyen egynapos dolog lesz, és hogy nem olyan nagy dolog. Hát
Én azt tapasztaltam, hogy rendkívül sokat előkészítettünk. Röviden nagyon sokat jártunk magára a helyszínre, ami egyébként Orsiék lakhelye volt. Azt többször végignéztük, lepróbáltuk színészekkel is, meg plánoltunk. Szóval megterhelő volt alapvetően, de valahogy szerintem addigra, amire elkezdtünk már forgatni, azért így már dolgozgattak az emberek, nem mondom, hogy rendkívül sokat, de többek között én is nyilván a karantén elején kajtattam a munka után, és főleg utómunkázni hirdettem magam, pont emiatt, hogy otthon kell maradni, de aztán amikor pont elkezdtünk forgatni, mi mikor is volt, 2020. októberében, és nálam én főleg videóklipeket szoktam rendezni, és a zenészek ettől függetlenül nyughatatlanok voltak, tehát hogy hiába, hogy be voltunk zárva, és megszűnt az összes lehetőség, helyszínek, mindenek terén, ők így is úgy is akarták a videóklipjeiket, szóval nehezebb volt összeegyeztetni néha, de amúgy fán volt. Én ugye az utómunka aspektusáról beszélek egy picit, mint a vágói rész, hogy mennyire volt ez megterhelő. Alapvetően én azt gondolom, hogy a rendezők mindig egy picit tovább szeretnék vágni a filmet, mint a vágók amennyit beleölnének. Itt amúgy szerintem Danival ez nem feltétlenül így volt. Én nem emlékszem pontosan hány napot vágtuk, de nem volt kifejezetten sok, egy 10 napot körülbelül. Úgyhogy számomra ez nem volt különösebben megterhelő, én az előkészületekben annyira aktívan nem vettem részt, egyszer elmentem megnézni a helyszínt és a főpróbát, hogy úgy nagyjából tudjam, hogy mit fogunk látni, de hogy igazából így egészen smooth-ul ment a dolog, nem volt különösebb probléma. Zoli? Hát én szeretek minden túl izgulni, szóval én rögtön úgy éreztem, hogy ez nagy falat lesz nekem, amúgy sem nagyjátékfilmet nem vettem még részt soha, és ezért is szóltam rögtön az ismerősömnek, hogy segítsen, és úgy tűnt, hogy ez sokkal rövidebb lesz ez a folyamat. Nyilván úgy, hogy egy nap, egy-két nap. Nyilván ezt tudtam, hogy nem ez lesz. Pont a Dani és a Balázs mondták, hogy hát ez semmi ez, ezt letoljuk mindjárt, és ebben mindig magamat érzem felelősnek, hogy sokkal erőbb is végezhettünk volna akár, hogyha mondjuk tényleg nem munka mellett csináljuk esténként, hanem full-time-ba csináltuk volna ezt a filmet, akkor szerintem sokkal hamarabb befejezzük, és akkor szerintem egészen más kor jön ki, és egészen más hatása lett volna, mint ami most volt. Szerintem pont jókor jött ki igazából. Hát ez nézőpont kérdés. Nehéz megállapítani. Most ilyen karantén nosztalgia film. Én viszont amikor láttam 2021 tavaszán, akkor konkrétan abban a karanténben ültünk, amit aztán a film szereplői is voltak, és ez nekem nagyon durva. És más élmény volt. Hát ugye? Én hátborzongató, sokkal hatékonyabb volt akkor, és én teljesen kis voltam akadva, hogy milyen jó, hogy van egy ilyen friss film valami ilyen témáról. Aha. És ezért kicsit fáj, hogy utána még egy év múlva lettünk kész. Ja. Bocsánat, ez van egy rövid gondolatom. Én azt gondolom, hogy szerintem jókor jött ki, de pont ehhez, hogy munka mellett kellett ezt az egészet csinálnunk. Én ezt nagyjából ismerem, hogy ez milyen, amikor az ember szívességfilmet csinál, és ezt nem lehet máshogy, de teljesen más ezt mondjuk 20-néhány évesen csinálni, meg más 30 környékén csinálni, és emiatt szerintem hatalmas tiszteletet érdemel ez a stáb, hogy így tudta ezt elviselni, és nem pszichiátrián kikötni. És volt, aki 80 évesen is bevállalta ezt a forgatást, szóval. Laci, neked ezzel kapcsolatban van sztorid? Hát igazából köszönhetően ennek a kedves COVID nevezetű pusztító ténykedésnek akkoriban pont úgy voltam, hogy volt némileges szabadidőm, ja, mivel én általánosságban én borítografikákat készítek az alkotótársammal különböző lemezkiadó cégeknek. És most ebben az időszakban volt az, hogy ha jól számolom, egy, de kettő biztos, hogy volt olyan két lemezkiadó, akibe is csukta a kapuit, és emellett sajnos nagyon-nagyon sok DJ-nek, mivel nem volt fellépési lehetősége, és nem volt ezáltal különösebb bevételi forrása, meg ereje ahhoz, hogy bármit is kiadjon, ezáltal nem volt túl nagy igény a munkámra. Viszont be tudtam ütemezni az egész dolgot, hál' Istennek, mivel a Dani megmondta, hogy ez nem holnapra kell, nem holnap utára kell, mert általában sajnos nagyon-nagyon rövid határidőkkel dolgozunk, és ennek köszönhetően például személy szerint nekem ez egy marha nagy élmény volt dolgozni,
ezen a borítón, mert meghallgatta, hogy én mire gondolok, meghallgattam, ő mire gondol. És teljesen jól működött az egész dolog. Valamikor Orsival is tudtam kontaktálni, vagy akkor mind a hárman együtt kontaktáltunk, átjöttek hozzánk, esetleg leültünk beszélgetni. És ezen oknál fogva például számomra ez egy sokkal szabadabb jellegű dolog volt, élvezetesebb. És maga az, hogy egy megfelelő minőségű borítót kell alkotni, mert utána két borító is készült a filmhez. Ezzel úgy voltam, hogy mivel láttam, hogy ők mit visznek végig. Ezért én úgy gondoltam, hogy a lelki békességem üdvér szerintem beletehetek én is nyugodtan bármit, mert ténylegesen az, amiről már többiek is beszéltek, az összefogás, hogy nekiálltak nagyon nehéz meló mellett, nekem is volt azért mellette polgári állásom, de mindenki véghez vitte és elkészítette a saját dolgát. Roland, neked így az Index után ez egy olyan lehetőség volt, ami mert másban próbáltad ki magad, mint amit előtte csinál. Ugye az Indexnél azért főleg ilyen dokumentumfilm jellegű, riportfilm jellegű dolgokon szoktál igen, dolgozni. Igen, ott főképpen vágóként dolgoztam, néha operatőrként, de én mindig is szerettem volna filmet vágni, vagy azt éreztem magamhoz közel, mert az bizsergeti az agyamat, szóval amikor kaptam ezt a lehetőséget, akkor így nagyon örültem, és kb. Én nem is a Danival vágtam első, nekem összevágtam valamit, és akkor a Dani átjött utána, és akkor igazgattuk szépen, szóval, hogy, és ez mind a három résznél így volt, és én igazából örültem, bezárkóztam, és örültem, hogy ezzel foglalkozhatok, szóval én teljesen nagy örömmel. Aha. És akkor, Máté, most hozzád fogok fordulni, mert minden epizódnak igen karakteres a képi világa, különböző szín, palettákat használnak, és te vagy itt, mint operatőr, úgyhogy azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a Dimet Balástól, a vezető operatőrtől milyen instrukciókat kaptál azzal kapcsolatban, hogy hogyan fényeld ezt az epizódot, milyen lámpákat használj, milyen kamerát, milyen objektíveket használj, és igazából az is érdekel, hogy mennyi mozgástered volt, mennyi szabad kezet kaptál ebben az egészben. A Balázsnak az alapvetése az volt, hogy minden epizód legyen alapvetően úgy világítva, hogy egy ilyen ködös, tejfölszerű fény jöjjön, amiről nem igazán lehet megmondani, hogy ez most reggel, hajnal, délelőtt szürkület, hanem csak egy ilyen konstans, nyomasztó semmi legyen. Ehhez az egyik fő technikai alapvetés volt, hogy füstöt kellett használnunk, pontosabban ködöt, a Hazer gépeket kellett használnunk, és minden epizódra kaptunk egy-egy színpalettát, hogy melyik epizódot a Balázs milyen színpalettában álmodott meg. Én például a türkiz narancsot kaptam, annyira belementünk, hogy a Bernie, a látványtervező ott abszolút a berendezésen is nagyon-nagyon komolyan lett véve ez a türkiz narancs kombináció, illetve a kamera, amit kiválasztottunk a forgatás, az a Blackmagic Pocket 6K kamera volt, ezt ilyen zárójelesen megjegyzem, hogy ez félig meddig amúgy az én javaslatom volt. Aztán letesztelték a Balázsék, mert egyébként volt olyan terv, hogy C300-zal forogjunk. Az Canon C300-zal alapvetően, ez inkább egy dokumentumfilmes kamera, nagyobb beépített ND-szűrőkkel, stb. De én azért is éreztem jobb választásnak a Blackmagic-et, mert itt volt lehetőségünk 6K felbontást csinálni RAW, tehát a RAW azt jelenti, hogy utólag tudjuk modifikálni az expozíciót, a színhőmérsékletét a felvételnek, nyilván nem a végtelenségig, tehát hogy ezeknek azért van egy határa, meg, és például ez is egy fontos kikötése volt a Balázsnak, hogy alapvetően azért csináljuk úgy, hogy úgy legyen exponálva, ahogy tehát, hogy ne utólag kelljen ezekkel játszadozni, és azon kívül volt nagyjából egy ilyen optika készlet, amiket használhattunk, illetve nyilván, hogyha tudtunk saját optikákat hozni, akkor az volt, de meg volt határozva, hogy nagyjából ilyen hány millimétertől hány milliméterig terjedjünk a látószögbe, tehát hogy főleg nagyon sok nagy látó optikát használtunk, amit én imádok, de a többsége ezeknek amúgy fotós optika volt, tehát nem rendes filmes optika, de például, tehát hogyha arra kell válaszolni, hogy miben kaptunk szabadságot, nekem például elég sok javaslatom volt a Bernie-nek, hogy milyen kellékekre gondolnék még a háttérbe, meg hogy milyen kellékeknek lehet még egyéb meta üzenete a háttérbe, például az egyik kedvencem az a Maci mögött, a Mucsicska László narrátor mögött látható repülő modell, amit én javasoltam, hogy akarok egy repülőt a háttérbe.
De például optikákban nekem volt egy olyan kiugrás, ami a megszokott készlethez képest, hogy mindenképpen kellett egy fix 24 mm-es optikát használnunk, ami filmes optika volt, tehát hogy rendesen follow focus rendszer kapcsolható rá, mert hogy a mi epizódunkban volt egy hosszú snit, amit én javasoltam, hogy csináljuk így, és azt nem tudtuk más, vagy tehát hogy sokkal nehezebb és sokkal szenvedősebb lett volna más milyen technikával ezt megcsinálni. Igen, szerintem akkor ideje is így ráfordulni magukra az egyes epizódokra. Most az egyedül epizódon ketten is dolgoztatok közvetlenül, tehát Máté is. Hát meg persze a VFX, a Zoli szinte mindenen dolgozott, és Dávid is a vágója volt az epizódnak, úgyhogy ezzel kapcsolatban egyébként amúgy is rengeteg kérdésem van. Nekem az egyik kedvenc szegmensem a filmben. Ugye ez az a szegmens, amiben indul a film, amelyben a Tankó Erikát lehet látni, aki Lillát játsza, illetve Lőrinc Sándort, aki Dávidot, akik 10 éve vannak együtt, és hát a karantén alatt az összezártság kihozza a kapcsolatunknak a legrosszabb aspektusait röviden. Ebben szerintem két ilyen igazán látványos jelenet is van, az egyiket már emlegetted, Máté, az egysnittes, és akkor így erre így külön, tehát magára az egysnittesre szeretnék is rákérdezni. Ez az a jelenet, amelyben az Erika karaktere, a Lilla így bekattan, és hirtelen egy csomót elkezd látni a párjából, a Dávidból, és az ilyen addig az egész epizód viszonylag ilyen statikus felvételekből állt, és hirtelen elkezd ilyen kézikamerás ezért átváltani, és egy iszonyat hosszú egysnittes következik, amelyben felbukkan Dávid is, meg Dávidnak a dublőrje is, többször így a Lőrinc Sándor meg a dublőre helyet változtatnak, így átbukik a kamera alatt, átöltözik menet közben még a Lőrinc Sándornak így lipszinkelnie kell egy Imre fia Imre számra. Szóval ezen így kérlek, vezess bennünket végig, hogy onnantól, hogy mi volt leírva a scriptben, és hogy hányszor próbáltatok el, mik voltak ennek a nehézségei, mesélj el ezt nekünk. Ennek Daniék szerintem úgy indultak neki, meg a Balázs is azt javasolt, hogy ezt a klasszikus módon, ahogy az egész film készül, ugyanúgy plánozzuk fel, snitteljük fel, de én próbáltam meggyőzni a Danit, akinek nagyon megtetszett már elsőre, és nem tudtuk még pontosan, hogy ez hogy lesz jó, meg hogyan nem fogjuk elrontani, mert ezt nagyon könnyen el lehet rontani, de megegyeztünk abba, hogy ezt bárhogyan is, de összehozzuk, mert akkor királyak leszünk, és egy tékben veszünk. Igen, itt a lényeg az volt, a Mártinak a javaslata az volt, hogy ez akkor működik ez a jelenet, hogyha ez egy snitben van felvéve. Mert hogy úgy van meg valóban az a hatás, hogy jó, tehát hogy vágni bárki tud, de mármint a filmbeli varázs, az könnyen előállítható ilyen egy-egy snitnek az összeillesztésével. Magas minőségű vágói munkával könnyen előállítható, amit akartunk eredetileg, de a Máté a nehezebb utat akarta választani. Igen, hogy ne vágjunk, mert így van meg az a nézőre gyakorolt hatásunk, hogy hát ez bizony tényleg ott van egy térben, egy időben, és nincsen elcsalva, már pedig nyilván el volt csalva, mert ezt is ugye ezt egy dublőrrel csináltuk meg. Volt azt hiszem olyan elképzelés is, hogy ne csak egy dublőr legyen, hanem több, de hát így is viszonylag nehezen találtuk meg az emberünket, de egy viszonylag hasonló karaktert találtunk. Ez egy olyan összeszinkronizált stábmunkát igényelt, hogy az öltöztetők a Sanyán és a dublőrön is folyamatosan cserélték a jelmezeket, mert hogy minden egyes megjelenése a Sanyának egy külön jelmez volt, ahogy az Erikát követjük, tehát az Erika nagyjából sosem hagyja el a képet, tehát hogy ő mindig valahogy azért ott van a térben, és őt kísérve a Sanya megjelenik itt-ott amott, tehát itt nagyjából a Erika mögött, köztem, mögöttem, alattam, fölöttem, mindenki között kúsztak, másztak a Sanyáék, és például van is egy olyan jelenet, igen, ahol be kellett mennie a szobába, a hálószobába, ahonnan indult az egész jelenet, hogy az Imi, gondolom, ráakassza a nyakára a gitárt, ahogy eljátsza Imiék számának egy részletét, amit Imi úgy emulálta le a számnak a BPM-ét, hogy ütögette Sanya lábát, mert hogy akkor még ennek a számnak nem volt meg a végleges master verziója, hanem csak így fejből próbálta felidézni a BPM-et, és ez utána vágásban is egy kicsit, erről majd Dávid mesél, vágásban is kicsit igazítani kellett, mert hogy nem olyan lett a végső szám, mint ahogy annó képzelte ezt az Imi.
és hát nem is tudom, hányszor jelenik meg a Sanya összesen, bármint Sanya és Kamu Sanya? 10 vagy 11 alkalommal jelenik meg maga a karakter, amit ugye két ember játszik. Igen, két ember játszik el ruhacserékkel, mi egyébben. És bocsánat, itt a fontos az, hogy ez, én úgy emlékszem, hogy ez nagyobb a 90 másodperc az egész, tehát hogy nem egy hosszú jelenet egyébként, és a nehézség ebben volt valójában, hogy nagyon kötött volt az az idő, ami alatt a két embernek, a Sanyának és a dublőrének, meg annak a másik 6-7 embernek, akik adták, vették a ruhákat, meg a Máténak, meg a boom operatőrnek, tehát aki tartotta a mikrofon, tehát hogy itt volt egy ilyen nagyon, igazából ezt próbáltuk a legtöbbször gyakorlatilag, ez amit a filmben láttok, ez a utolsó, vagy az utolsó előtti verzió talán. Igen, és egyébként azt hozzá kell tenni, hogy egyébként ez nem egy rettenetesen tágas lakás, tehát hogy ezt úgy kellett mind megcsinálnunk egész stábbal, hogy még ennek a világítása is egy külön kihívás volt, mert nagyjából maradt nekünk az erkély, ahova tehetünk effektív lámpákat, hogy ez a jelenet egyáltalán bele legyen bárhogyan is világítva, illetve beszereltünk a plafonra egy, hát most így nagyon egyszerűen fogalmazva, egy vasgerendát, amire még tettünk egy-két lámpát, hogy valami legyen így a szoba centerében. Azon kívül csak praktikus fények voltak. Praktikus fény a valódi képen megjelenő lámpák, amik lámpaként funkcionálnak. Ezekben is nyilván nem az eredeti helyi izzókat használtuk, hanem saját ilyen smart izzókat. És mindezt megelőzte, ugye, tehát hogy a Sanyának a sokszorozódása először csak ilyen elhintett snittekben, háttérben van, de az klasszik vágással. Meg hát a legklasszikusabb ember sokszorozódás, ami a film történetben van, hogy leszúrják fixen a kamerát, és felosztják a képet több területre. Ilyenből is nyilván csináltunk egy-kettőt, de talán itt, ami extrán kihívás volt, amikor ezek a felületek, tehát ahova betesszük az embereket, vagy hát ugyanazt a karakter többször, fedik egymást térben, és egy ilyen van a Sanyával, ezt green, egy kidobható zöld háttérrel csináltuk meg, és ugyanezt a film legvégén az Erikával is. Még annyi ez, hogy azért ebben az egysnittes jelenetben benne maradt valahogy egy stábtag a végén, azt meg a Zoli szedte ki a VFX-es. Volt egy kis VFX-ben? A fürdőszobában állt valaki. Senki nem vette volna észre egyébként, de... Na Dávid, akkor te is ráncsd le itt a kulisszatitkokat, hogy mit is kellett neked ebbe belepiszkálni. Igen, én még Daninak a mondatára reflektálnék egyet, amikor azt mondta, hogy Máté a nehezebb utat választotta azzal, hogy nem vágunk, és hogy vágóként sokszor az a nehezebb út, ha nem vágunk, hogy egy ecsnites jelentet veszünk fel, mert akkor ugye vágóként nem nagyon tudok belenyúlni, hogy akkor azt tudom mutatni, ami fel van véve, nem tudok csalni, nem tudok időket rövidíteni, hosszabbítani, hanem azt látjuk. Szerencsére itt azért ez elég szépen fel lett véve ez a jelenet, nem volt probléma, egy-két pici helyen kellett belenyúlni. Talán egy-egy átigazítást gyorsítottunk meg egy-két helyen, illetve ki kellett stabilizálni a végén, mert volt egy kis kameraremegés, azt hiszem ez már talán VFX-be történt, vagy a fényelésnél. És hát egy dolog volt, amiről már beszéltünk, hogy Imi nem tudta pontosan, hogy mi a ritmusa ennek a számnak, és Sanya nem azon a tempón adta elő pontosan, és azt hiszem, hogy itt ezzel mi is dolgoztunk a Danival, de talán Roland, még ti is belenyúltatok. Igen, még mi is pacakoltunk vele egy kicsit, akkor már kezdett véglegesebb lenni a szám, és akkor még igazgattuk mi is gyorsítás, hogy próbáltuk igen. Így, igen. Hogy itt azt hiszem, már mi is azt csináltuk, hogy kikerültek képkockák, begyorsítottuk, és akkor még ti hozzá is nyújtatok, és itt amúgy ez látszik is a filmben egy picit, vagy én láttam, hogy ott megugrik az arca. Igen, igen, kicsit begyorsul. De én betudtam annak, hogy ott már teljes zavarodottság van, és bolondul meg a karakter. Kameraremegést, csak hogy mentegetőzzek. Eredetileg ez a snittet úgy terveztem, hogy ezt egy gimbalon fogjuk használni, ugye ez az elektromotoros stabilizátor rendszer, majdnem ugyanolyan, mint egy Steadicam. És erre hoztuk a Ronin L-típusú viszonylag nagyobb gimbalt DJI-tól, amit sikerült leégetnünk a motorját, mert véletlenül fordítva kötöttünk be egy D-tap kábelt, ezt utána ki kellett fizetnünk nyilván. Én arra mentem be a szobába, hogy egy
áll négy ilyen menő csávó egy kamera fölött, és egy icipici füst így felszáll a plafonra. Dani, ne aggódj! És a Máté igen, valami ilyesmi, hogy Dani, ne aggódj, megoldjuk, most menj ki. És szerencsére úgy alakult, hogy ez végül egy klasszikus módon válkamerás jelenet lett, ami egyébként szerintem végeredményben sokkal jobb, hogy így alakult, mert egyébként nem tudtam volna pont azokat a plánokat megcsinálni végig a Roninnak. Mert tehát sokszor a Erika válla alá kell kerülni, sokszor fölé, tehát nagyon sok szintbeli különbséget kellett volna produkálni, amit így is sok próbát igényelt ez az egész, szóval így ez szerintem jól alakult végül. A másik ilyen látványos effektus az epizódban, amikor meg a Sanya karaktere kattam be, a Dávid, és ő kezd el sokat látni a párjából, a Tanko Erikából, akit Lilának hívnak a filmben. Ez viszont klasszikus VFX. Meséltél már arról, hogy ez ilyesmit csináltatok, Máté, a Dávid karakterével is, hogy megvan sokszorozva egy képen belül egy kis zöld háttérrel. Na most ezt gondolom hatványozottan igaz volt erre a szegmensre. Erről is meséltek egy picit? Nem tudom, melyikötökhöz tegyem a mikrofon, de ezen dolgozott Dávid is, Máté is, meg szerintem Zoli is. Kezdjük akkor Mátéval. Hát ugye ez a legklasszikusabb megoldás, és nagyjából egy ilyen 2x1 méteres kidobható zöld hátteret vittünk erre a mutatványra. Először akkor látható, amikor a hálószobában felébredt Erika, van egy viszonylag hosszabb dialóg jelenet, és a végén megjelenik az első igazi Erika szeme által látható klónja a Sanyának, és kántálva füstölővel beérkezik, és ott ráadásul egy tükör is van, tehát még a tükörre is kellett figyelni, hogy az ne okozzon problémát. Nem ez volt az első, amikor megjelenik, hanem amikor csinálja a szendvicset, és kijön a WC-ből. Igen, van egy klasszikus módon egy fix beállításos, nagylátos dolog. Ott egyébként elég sok belenagyítás is történt a képbe, és a végén, amikor Erika sokszorozódik meg, egyébként itt, ha jól emlékszem, az volt az eredeti terv, hogy amúgy nem az Erikát látjuk a végén sokat, hanem a Sanyát, és nekem volt egy ilyen javaslatom, hogy de mi lenne, ha az Erikát? Tehát, hogy fordulna a kocka, és na jó, most beköptelek titeket. Én erre nem emlékszem, de a barátságunk... Én sem emlékszem rá. De én a barátságunk érdekében azt mondom, hogy ez a Máté ötlete volt. Az eredeti draftban is Sanya klónok voltak, ha jól emlékszem. Na mindegy. Ezek szerint a Máté csak a feléig olvasta el ezt a könyvet. Hát, na mindegy. Igen, így volt. Igen. Azt most se tudom, hogy hányszor szerepel Erika az utolsó képen, de viszonylag sokszor, és itt nagyjából az volt a lényeg, hogy a hátsó sorokat a térben vettük fel először, tehát a térnek a leghátsó részében lévő Erikák ültek végig, majd elkezdtünk, ahogy térben jöttünk előrébb, ezt a zöldet használni, hogy felvettük egyszer zöld háttérrel, felvettük zöld háttér nélkül, felvettük üresen, és akkor ebből a srácok összeollozgatták az összes layert. Hát, ha jól emlékszem, akkor mi ezt a vágóasztalon azért összeraktuk nagyjából, hogy mikor, milyen mondat hangzik el, melyik Erikától éppen. Ugye itt nagyon bután, én nem tudom hány Erika van, 12 ebben a jelenetben, azt így egymás fölé dobáltuk a timeline-on. Én levágtam, hogy kb. Csak az az Erika látszon, akit kell látni, hogy ne látszon a háttér, látjuk egyszerre. Ez elég izzasztja már a számítógépet, de... az kisebb probléma, vissza lehetett nézni, és akkor nagyjából ezt belőttük, hogy ez így lesz, és szerintem így ment tovább a VFX-re, de még biztos belenyúltak Rolandék. Ehhez már nem, csak a Zolinak exportálgattuk a VFX-re a dolgokat igazából, ehhez nem nyúltunk már hozzá. Talán annyi még érdekes benne, hogy azon kívül, hogy ugye leszúrtuk a kamerát egy helyre, néha azért utána kellett menni az Erikának világítással, szóval azért is kellett világítással utána menni, mert ennyi pozíciót nem tudtunk levilágítani. Plusz ugye a grint is használtuk, arra is kellett legalább annyi fényt vetnünk, hogy lyukasztható legyen. Valószínűleg vágásban nagyon szórakoztató lehetett, hogy ugye mindegyik Erika pozíció mellett az eredeti felvételben ott áll André Di Ricci, a boom operátor, és mivel ugye tudtuk, hogy Ricci ki fog kerülni a képből, ezért Ricsi végig kerülgette Erikát a képen belül.
Van egy verzió, ami, ahol Ricsiből van sok. Nekem csak egy olyan kérdés merült fel, hogy a fókuszt azt le kellett húzni ilyenkor, vagy végtelen fókuszon, és minden éles mindenhol? Valahol középen volt. De szerintem olyan blend álláson voltunk, hogy nagyjából ilyen nagy mélységélességünk volt. Az a baj, hogy ezt pont a Milán csinálta, a Kardos Milán. Ez ami 2D layerek egymás fölött. Aha. Szóval ez nem annyira tűnik bonyolultnak. Annyit viszont tudok, ennyit panaszkodott nekem a Milán. Teljesen fölösleges volt a green, csak a baj volt vele, és kézzel lettek kivágva, ahol átvették egymást. Az, hogy kézzel lett kivágva, az azt jelenti, hogy fogta és így rotózta. Ki lett rotózva, igen. Tehát minden frame-enként lett kivágva. Ez amúgy meglepően sokszor megtörténik egyébként, mert azért nincsenek túl hosszú jelenetek, ahol van. Tehát nagyon sok rotózás van ebben a filmben is például. Részvétem. Hát, ez a szakma része. De mindegy, de hogy ennyit tudok csak hozzátenni, de ez tényleg nem egy túl bonyolult jelent papíron amúgy. Ja. Aha. Na jó, még egy mondatot, akkor legyetek szívesek, a Dávid, azt hiszem, te csináltad a digizoomot, az elég gyakran felbukkan a filmben az, hogy így ilyen ominózus kis zoomolás a képben, ez egy visszatérő rendezői eszköz. Szerintem erről a Roland tudna még többet mesélni. Jó. Tegyünk rá egy kis digizoomot, itt szokott hallani. Én szerintem az, hogyha mozog a kép, és hogy mondjuk megyünk befele, az mindig egy ilyen dramaturgiai eszköz, hogy közeledünk az egész jelenethez, vagy ami ott történik a szemünk láttára, és ezt sokszor szoktuk alkalmazni vágásban, hogy egy picit erősebbé tegyük. Még annyit hozzátennék, hogy egy csomó tök jó ilyen utómunka effekt van, ilyen digizoomra, kamerasékre, lens flare-ekre, mindenféle frankó dolgot belerakni, és a Dimet Balázs az akkora purista volt, hogy mindent leoffolt. Rábbis én bármit mondtam, hogy tegyünk be valamit, hogy kicsit így egyberántsa a képet pont jelenekre, és ezt utálja. Purista? Kár, hogy nincs. Tehát, hogy ő azt szereti, hogy ahol fel lett véve, az úgy legyen. Először reagálok gyorsan a digizoomra. Egyébként pont itt csatolnék rá, hogy miért jó, hogy ezt a kamerát választottuk, mert a végeredménye a filmnek az 4K felbontású, tehát így lett leszállítva, tehát volt még plusz 2K pixelünk, ami be tudtatok ti utazgatni stabilizálással, zoomolással, mi egyébbel. És a másikra, amikre akarok reagálni, a Balázsnak a felfogása az utómunkában, tehát például az én epizódomban úgy, ahogy van a noise reduction-t, azt leoffolta. Ezt szakmai szemek látják. Én máshogy exponáltam, mint a legtöbb operatőr, de úgy unblock az egész filmben nem volt használva a Balázs állítása szerint noise reduction, tehát zajszűrés, a film zajnak a szűrése. Ez a fényelés fázisában történik ez a folyamat. Azért nem történt meg, mert valahol kellett volna, valahol meg nem, viszont így nem lett volna konzisztens az anyag, hogy a végeredménynek a kinézetében, ezért mindenhol ott lett hagyva. Ennek nagyon egyszerű oka van, hiányzott 150 millió forint a költségvetésből. Utolsó kérdésem ez egyedülről, ez a türkéz és a narancssárga szín, ami dominál ebben az epizódban. Neked elmagyarázta, Máté? Elmagyarázta neked, Balázs, hogy miért ezekre kell fókuszálni? Alapvetően, mivel most én itt nem Zsóti Lindi Dánielként vagyok jelent, hanem a Dimet Balázs Ferenc magyar hangjaként, az összes epizódnál a színek azok nem egy ilyen színteória. Igen, tehát hogy nem kizárólag színemélti. Ez van mögötte, hanem túl azon, hogy legyen valamilyen stílusa színileg az epizódoknak, emögött az van, hogy így a lehető legprimitívebb módon nyújtunk hozzá a színekhez. A türkiz az egy szép, de hideg szín, amilyen adott esetben a Erika karaktere. A narancs az egy meleg, de azért egy ilyen felzaklató szín, mint amilyen a Lőrinc Sanyának a karaktere. Az összes többi epizódban is általában a színek, azok valahogy így a karakterekhez köthetőek inkább. És nyilván itt a nőklapja a kafétól az ELTE színelméleti kollégiumáig nagyon sokféle értelmezést lehet olvasni a színkódokról, de próbáltunk arra törekedni, hogy mindig a karakterek legyenek, vagy a karakterek kerüljenek fókuszba a színektől. A Balázs
emlékszem, hogy amikor először beszéltünk erről a filmről, elolvasta és mondta, hogy oké, rendben, ért mindent, meg minden frankó, de ő egy színes filmet szeretne, egy nagyon harsány, nagyon színes filmet, amiközben geci nyomasztó. És hogy valahogy emiatt kellett igazából a Hazer, a ködgép, emiatt volt, hogy nem látunk ki az ablakon, yeah. Emiatt van, hogy nagyon-nagyon sok kép utólag a fényelés során vinnyettálva van, tehát hogy magyarán lett még rárakva egy olyan kvázi fekete homály a kép szélére, ami miatt így nem lesz élesen vége a képnek. Azért a Balázsnak a fejében vége az volt, hogy ha már itt van az apokalipszis, az legyen nagyon színes, de legyen nagyon rossz. Ja. Jó, ezzel a színelmélettel ebben epizódban pont beletrafáltam, mert türkiz meg a narancs az így a szín körnek a pont az ellentétes oldalain állnak, és nagyon kontrasztos színek, amik azt hangsúlyozzák, hogy ez a két karakter bár 10 éve együtt él, de azért óriási ellentétek vannak közöttük. Wow! Tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat számít a szín, és a Balázs ezt nagyon tudatosan kezelte végig, amikor az operatőrökkel beszélgetett. Jó. Átérhetünk a második epizódra, ami a Muki. Hát igazából Roland, te vagy az, aki dolgoztál a Mukin a jelenlévők közül, meg hát ugye itt van még Dani és Orsi is. Ez az az epizód, amelyben Újréti László játssza a nagypapát, az anyukát Majsai Nyilas Tünde, a kislányt pedig, ha jól mondom, Lebor Lili Eszter. Köszönöm szépen. És ez az az epizód, amelyben így a bűntudat örökké ott marad velünk a karanténzónában. Ez megint egy olyan epizód, ami sokunk számára ismerős élethelyzetről szól. Tök tetszik, hogy az anyuka fogalmaz, hogy a HO-ban dolgozik, és ott van az is, hogy a gyereke otthonról kell, hogy tanuljon, és ezeket még tetézi az, hogy gondoskodni kell egy idős hozzátartozóról is, és ez az egész filmnek az egyik leghátborzagatóbb ilyen történet szállához vezet. Ez is tele van ilyen ominózus, talán rázumolás is van, de ilyen szuper közelikkel biztos tele van a különböző plüss állatokra. Úgyhogy ezekre akarok rákérdezni, hogy ez már a scriptben benne volt, menet közben jöttetek rá, hogy kellene ilyen felvételek. Utóforgatás volt-e? Roland, erre tudsz válaszolni? Hát a végső jelenethez, amikor a kislány megijed a sok hozzábeszélő plüstől, spoiler ismét, akkor azokhoz lettek felvéve plüsfigurás képek, ilyen rángatós plüsfigurás képek, de ezek lettek később felhasználva, ki lettek stabilizálva, ki lettek merevítve, és ezek lettek felhasználva arra, hogy az első jelenetben, meg amikor később a kislány belevágja a táskába a mackót, akkor ott nagyon nem tudtam például átvágni egy másik jelenetre, az utánlévő jelenetre, és akkor kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha ezt a jelenetet nézni a sok plüss figura, aki majd később exponálva lesz a végén, nézni, és egy ilyen hátborzongató effekt, hogy ezt így őt nézik végig, tehát lesz itt valami, egy előképe annak, ami majd fog következni. Aha. A direkt kézi rángatott snitteket stabilizáltad ki? Nem, tehát lett kitartva, de és abból lett egy odarántós is igazából. Tehát kétféle lett felvéve, de azok elvileg a végére kerültek volna. Nem, csak annyi, hogy az is ilyen minimálisan mozgott, tehát ennyire mozgott, és akkor abból sikerült kimerevítést csinálni hozzá. Na, ezt még magyarázd, ilyen laikusoknak, mint én, magyarázd, Delici, hogy mondtad, hogy nem tudtál átvágni másik jelenetre. Ez azt jelenti, hogy így tónusában nem volt olyan, ami megfelelő lett volna, ami utána következhet, és akkor kellett valami. Igen, meg hangulatilag is ott már benne vagyunk abban, hogy a kislány álmodik, és a sötét szobában a kamera a földet pásztázza, és színben sem, ugye sötét ahhoz képest az előző egy világos kép, és hogy a hangulatában is már benne vagyunk egy nyomasztódásban, és hogy arra így szépen átvisznek a plusz figurák, akik őt nézik. Aha. Ennek az epizódnak is van egy ilyen nagyon markás színvilág, ezt azért nehezebben tudtam dekódolni, de egy ilyen nagyon hideg, kék, talán deszaturáltabb a színvilág, amit a többi epizódnak. Nekem ez egy olyan halált idézi fel, hogy itt már így még a színek is elszivárolnak ebből a valóságból. Dani, ehhez van hozzáfűzni való? Hát igazából én most éppen a Gajdics Dávid magyar hangja vagyok, aki az epizód operatőre volt, aki meg a Dimet Balázsnak a magyar hangja. A lényeg az, hogy itt a kék az így a legmagától értetődőbb. A kék az mindig hideget jelent, mindig egy ilyen távolságtartás, de ugye van egy ilyen értelmezése is a kék színnek, hogy ez valahol amúgy a boldogságnak is a színe, hiszen egy vidám szín, egy ilyen harsány szín, és abban igazad van, hogy amikor felvettük, akkor
eleve itt megint meg kell említeni a Redenszky Bernadetten, aki a látványtervezője volt ennek az mindegyik epizódnak, hogy ő mindent úgy rendezett be, hogy minden apró részlet tele van kékkel. És az, hogy egyébként az utólag a fényelés során ez hogyan lett visszavéve, vagy hogyan lett így kvázi letompítva, vagy leszürkítve, az meg már igazából a Balázsnak a fejében dőlt el. Ez a kék, ez mindent leuralt, és az egy ilyen nagyon nagy mákunk volt, úgy emlékszem, hogy az a gyerekszoba, amiben mi forgattunk, az alaphangulatában is kék volt egyébként, és még a Bernie még telepakolt a kék dolgokkal. Szuper. A Ulréti László főként utószinkronban jelenik meg, azokat különvettétek föl később? Orsi, akarsz erre hozzászólni? Akkor én is megszólaljak, Orsi vagyok. Igen. Szóval nyilvánvalóan... Egy komplex kérdés sikerült feltenni. Voltak ilyen megírt dolgok, hogy ugye mit mond az Ulréti László, ez a... Hát akkor az a lényeg, hogy a gungbócot meg tud számolni, de a Muki Marcinak a szövegei annyira nem voltak kimunkálva azokat. Ez tényleg egy ilyen agymenés történet volt, azt utószinkronra találtuk ki egészen konkrétan. Hát utólagosan, és akkor így hogy nézett ki, hogy mondtátok az Ulréti Lászlónak, hogy jó, itt van ez a 300 mondat, valamelyiket majd kiválasztjuk, vagy egy föl mindent, vagy már... Én nem voltam ott, de ezt majd mindjárt megkérem a Danit, hogy mondja el, de... Hát szerintem ott csak egy agymenést kérhetett oda, de mert annyira rohadt jó volt hallgatni, hogy mondom, úristen, mi ez az őrültség, basszus, úgyhogy Dani, mondd el, hogy hogy vetted rá ezt az embert, mert igen, ez érdekel. Az volt, hogy így azt a rohadt élet, de jó lett. Az nagyon érdekes, hogy az Ulréti László nem szereti a horrort, és nem szereti azokat a filmeket, ahol gyerekeket bántalmaznak, akár fizikailag, akár mentálisan. Ha néz egy filmet, és abban egy gyereket valami negatív dolog ér, akkor ő elkapcsol állítása szerint. Viszont amikor elolvasta, akkor így vetekedett benne ez az érzés, azzal, hogy ő most egy ilyen kis geci mackó lehet, aki ilyen csúnya dolgokat mond valakinek. És akkor így az utószinkronnál... Mennyivel izgalmasabb, mint egy sima mizi mackó hát szerep. Igen. Volt nagyjából, mint a 30 ilyen mondat, ja. és a Laci felvette 5-ször ötféleképpen. Uh-huh. És akkor volt, amikor magas hangon beszélt, volt, amikor mélyen, volt, amikor csak suttogott, volt, amikor így direkt egyébként így mondta, és akkor igazából ebből a montásból már a Kreiner Tomi, aki az egész filmnek volt a hangutó munkáig felelő embere, nem csak hangvágó, tehát ő kreatívan is sok ponta hozzányúlt a filmhez, ő igazából így összerakta, hogy aha, akkor így ez hogy lesz nagyon-nagyon fura és félelmetes. Aha, marha jó. A következő szegmense a filmnek a hatóságilag, ez az, amelyben megjelenik Pásztor Edzsi, valamint Sütő Ildikó és Ferenc Attila. Ők azok, akik kijönnek megnézni az idős nénit, hogy mi a baja, akinek folyton eltűnnek a dolgai. Na itt már nem csak így megmerítjük a lábunkat a karanténzónában, hanem konkrétan átesünk egy csillagkapun bele a karanténzónába. VFX lesz itt talán a legizgalmasabb, hiszen itt már egészen explicit módon megjelenek effektusok. Erre mindenképpen rá is akartam kérdezni, hogy van egy jelenet ebben az epizódban, amikor Pásztor Ezsi így már megelégeli azt, hogy mennyit szerencsétlenkedik a Ferenc Attila karaktere egy tollal, és így fogja is, hogy eldobja, hogy akkor sikerüljön igazolni azt, hogy itt valami anomália van a téridő kontinuumban, és erről mesélnek, mert ez egyértelműen VFX-et igényelt, hiszen ott van egy ilyen csillagkapó effektus. Zoli, mesél nekünk erről. Igen, így van. Ez is egy viszonylag egyszerűnek tűnő jelenetnek indult, mert úgy kerestek meg a Daniék, meg a Balázs, hogy itt van ez a két. Pontosabban... Igen, van egy lassított felvétel, ahol eldobják a tollat. Igen, ez két tégből áll. Az egyik, ahol oldalról látjuk a tollat, és igen, a végén látjuk egy másik szögből, ahol így eltűnik ebben a furcsa térkapuban. Igen, de ez eredetileg ez nem így nézett ki. Itt felvettek egy üres szobajelenetet, és oda képzelték el, hogy ott fog eltűnni a toll. Egy 90 fokba berepül, merőlegesen látjuk, és eltűnik. Én amikor először láttam, ezzel nem is gondolkoztam el, hogy mi lesz ebből, meg hogy lesz. Beraktam egy tollat, és így
A tollat megkaptam, ez egy eredeti toll, ami ott van a színészeknél is. Igen. És ezt lemodelleztük 3D-ben, meg kellett pörgetni a levegőben. És egyébként rá. Megkaptad előtte, tehát lefotózták neked csak így különböző szögekből? Csak fotóreferenciákat kaptam, három képet. Aztán kiderült, hogy ez nem fog működni jól ez a jelenet így, ilyen egyszerűen, mert 3 frém alatt átrepül a toll azon a baba szögben oldalról, és nem fogja fel a néző, hogy mi történik. Tehát egyszerűen annyit látunk, hogy a színész eldobja. Pásztor Rezsi eldobja, berepül egy őrvénybe. És ez csak egy pillanatot eltűnt volna. Ja. És akkor itt tanakodtunk, hogy akkor mi legyen, most akkor mit csináljunk. Aha. És utána derült ki, hogy ezt úgy fogja tudni megoldani, hogy kell egy lassított felvétel oldalról, ami követi a levegőben szálló, lassan pörgő tollat, és utána ott is egy hosszabb jelenet kell, ahol látjuk, hogy a toll valójában eltűnik valami furcsa effektussal. Ami az effektussal volt még kitalálva egyébként, amikor hozzám került. Aha. És akkor azt az egészet úgy kellett megoldani, hogy mivel nem voltak hozzá üres footage-ek, tehát nem voltak olyan jelenetek, ahol... Ez a plate, ami arra van, hogy majd akkor erre be lesz rajzolva egy toll. Nincs olyan fölvevét, lassított felvétellel. Ilyenek nem voltak, mert nem így képzelték eredetileg. Igen. Ezért az egészet az lett a vége, először így, tehát ilyen nagy tanakodás, mert rég le volt forgatva az egész, hogy újraforgatás, vagy nem, és akkor az lett, hogy akkor végül meg lehet az egész 3D-be csinálva. A szoba is. A szoba. Aha. És az volt, hát nyilván, mivel ez egy kisebb költségvetésű produkció, és nem volt időnk se, ezért az lett kitalálva, hogy el lesz mosva a háttér, a fókusz a tollon lesz, és akkor nem kell annyira kidolgozni a szobát, és akkor én ilyen film korábbi jelenetei alapján lévő referencia képekből összeraktam egy hasonló szobát, azt defókuszáltuk, és akkor ott játszódik le ez a tollrepülés is, és ez a eltűnés is. Hát kicsit, hát ez tipikusan az, amit nem erről szólt a szerződésem, ilyet nem gondoltam. Ha ezzel keresnek meg, akkor mondom, hogy ilyet nem vállok. Hát ez Hollywood, és ilyet nem csinálok. De aztán végül is egész jó. Én tudom, hogy nem ugyanúgy néz ki a 3D szekrény, mint a valóságban, de egyébként nem bukik le. Nem. Most spoilereztük el először valójában ezt a dolgot, szerintem. Aha. Biztos, hogy mindenki tudta, hogy 3D a toll. A tollon nagyon látni egyértelmű, az tényleg oké, az teljesen belefér. De a háttér, az nekem is tök újdonság volt, hogy az a te munkád. Amit mondtatok az Egyedül című epizódról, hogy ott van egy kis kivett képkocka, hogy a Sanyinak a timingja kijöjjön a dal szövegére. Na, amikor miután mondtátok nekem, és belenéztem, akkor észrevettem. Előtte azt mondtam, hogy jó, az agyam nem regisztrálta, valószínűleg betudta annak, hogy HBO Max-en nézem, streamingen mindig vannak ilyen hibák. Szerintem az agyam így elfogadta, hogy ez így kis kimarad egy képkocka, vagy ilyesmi, de ez egyébként nem olyasmi, ami feltűnt, hogy a háttér az ott hülye. Most már nézed, biztos látnád ezt is. Amúgy én például, mivel ugye nem vettem részt soha ilyen komoly nagyjátékfilmekben, én is most jöttem rá, hogy sokkal többet lehet csalni, mint az ember gondolja. Tehát én ilyen maximalista voltam mindig, hogy minden legyen a helyén. Ja. De a végén aztán kiderült, hogy most egy fél másodperces jeleneten lehet, hogy nem kell minden pontosan függöny rajtot odarakni. Ez a gorillás, tudod, ez a pszichológiai kísérlet, mikor kosaraznak az emberek, és átmegy egy gorilla a képen. Igen. És senki nem veszi észre a gorillát, mert arra figyel, hogy kosaraznak az emberek. Uh-huh. Ez ugyanaz. Igen. Ha megvan, hogy mire fókuszálsz, tök mindegy, mi van a háttérben. Igen. Úgyhogy azóta már mindent elsumálkolok, amit csak a valódi munkádban is tanultál ebből. Így gondoltam. Sokkal lazában kell hozzáállni. Kicsit váratlanul, de szeretnék egy kérdést fejteni Sütő Ildikónak is, aki szerepelt ebben az epizódban, jó? Mert szerintem nem sok alkalmad volt interjúban elmondani neked ezt az élményedet erről a forgatásról, de akkor már, ha már volt olyan kedves, akkor megkérdeznének róla. Mégis Pásztor Erzsivel forgattál, legendás magyar színész, elképesztő rutinnal, tapasztalattal rendelkezik. Én még soha nem szerepeltem soha semmiben. Ha most engem megkértek volna, hogy szerepeljek egy jelenetben Pásztor Erzsivel, én valószínűleg ott hoztam volna össze magamat. Kérlek, mesélj arról, hogy ez hogyan nézett ki. Hát Pásztor Erzsivel együtt lenni olyan, mint hogyha felszállnál egy atom meghajtású vonatra, és felrepülnél a Holdra. Egyszerűen Erzsibe annyi energia van, és olyan pozitívum az egész lény, hogy csak
ilyen energiavámpírként csak szívott belőle az energián. Zseniális művésznő, zseniális ember, és hát egy csoda jó hangulatú forgatás volt ez az egész, amit mindenképpen el akarok mondani, egy sztorit. Forgatási szünet volt, ilyen át kellett állni, nem tudom, én nem értek hozzá, így a szobába berendezés, világítás. Kinőttünk Erzsivel a konyhába, pihentünk, és kérdezgettem, mert Erzsi végig sztorizta az egész forgatást. Néha a forgatás kárára is mesélt nekünk. Elmesélte, hogy ő 18 éves korában felvételizett, följött vidéki kislányként, és felvételizett a színművészeti főiskolára, és összvisz egyetlen egy verset tanult meg, mert ő nem fogja az idejét ilyen verse tanulással tölteni, megtanult egy verset, és hogy ő azt elkezdte mondani. Gyerekek, Pásztor Erzsi 84 volt a forgatáskor, ott ült velem a 84 éves Pásztor Erzsi, 18 éves csillogó szemű diáklányként, és szavalt nekem a konyhába. És én ott ültem, és könyvbe lábadt a szemem, és mondtam, hogy én ezt nem hiszem el, hogy nekem, csak nekem Pásztor Erzsi szaval egy versen. Wow. El tudom képzelni, amit mondasz, hogy ha az ember egy ilyen színésszel egy jelenetben szerepel, akkor attól annyi energiát kap, hogy az még őt is segíti jobban játszani valószínűleg. Így van, és a partnerem is ugyanígy. Ferenc Attila. Igen, Attila is nagyon sokat segített. Uh-huh. Miután én nem vagyok színésznő, én csak egy Daninak vagyok az anyukája. Megzsaroltam, hogy nem kap vacsorát, hogyha nem rak be a filmbe. Köbben az egész forgatás nagyon mókás volt, mert ugye a Dani úgy irányított engem, hogy anya, sok vagy, vegyél vissza, mert én hajlamos vagyok azért egy kicsit ugye elszállni, kicsit harsány vagyok, ripacs magyarul, és mindig vissza kellett, hogy fogjon. És ugye végig mondta, hogy anya, ez így nem jó, újra, újra. Úgyhogy végig az egész stáb anyának szólított. Anya, anyának tegyetek egy kis fényt, vagy most izzad. És meg megérkezett közben Mucsicska László, a film narrátora és társproducere. És tök jó, mert pont a Hatóságilag című epizóddal kapcsolatban egy sztorit szerettem volna tőled megkérdezni. Na, mondd. Milliószor elmondtad már azt a bizonyos dolgot, hogy 27-szer kellett elmondani az első monológodat, de kíváncsi vagyok erre én is, hogy a forgatáson konkrétan ezt hogy élted meg? Ott ül Sütő Ildikó, Ferenc Szarul. Attila. Hát figyelj, igazából én akkor, amikor Danival próbáltunk előtte, akkor azt hittem, hogy ez majd így nagyon rutin, egyszerűen fog majd menni. Szépen beülök, elmondom kétszer, vagy max. Háromszor, és utána megyek haza a kislányomhoz. Hát ehhez képest az történt, hogy elkezdődött, és hát nagyon nem úgy ment, ahogy kellett volna. Ugye maga a jelenet, amiben benne voltam, az ugye fizikálisan úgy nézett ki, hogy minden egyes olyan jelenet, ahol én megérkezem, vagy ahol megjelenek, az mindig valamilyen kameramozgással együtt történik. Igen. Van ott egy kis oldalra svenkelés, talán egy kis kocsizás is, de hogy először látjuk a két hatósági szakembert, akik az önkormányzattól jöttek ki, oldalra svenkel a kamera, és közben már halljuk a te monológodat. Így van, és ugye maga a cselekvésben pedig az történik, hogy a Ferenc Attila, a Gábor, ő veszi le a gumikesztyűt, és, még nehezebben jön a dolog. És akkor úgy fordul át a kamera rám. És hát ugye ez már az első pár próbálkozás után rendkívül frusztráló volt, hogy elcsesztem a szöveget, és akkor Attila visszaszenvedte magára a gumikesztyűt, és akkor még egyszer felvettük. Megint elrontottam, megint visszaállás, Attila visszaszenvedi a gumikesztyűt, majd újra elkezdődik. És ez nagyon sokszor megtörtént. 26. ték volt az első. 26. Tehát, hogy többször vettük fel, tehát a 26. ték volt az első, ami sikerült. És akkor erre mondta Dani, hogy na, ez akkor így egynek jó, akkor most már megvan. Jó, akkor most már mindenki nyugodja meg a gecibe, és akkor vegyük fel még egyszer, hogy jó legyen.
Mondjad, Máté. Ehhez annyit ilyen produkciós háttérinfo, hogy ez volt az első epizód, ami leforgott az egész filmből. Tehát neked ez volt az első ilyen bevetésed. Igen. És a miénk volt, az egyedül volt, azt hiszem a második. Uh-huh. És vagy harmadik? Harmadik volt. Harmadik. A Muki előtte forgott. Igen, a Muki előtt. És nálunk szerintem már egész jól bejöttem, mert ötödikre sikerült elmondanod a befejező szöveget, amikor Sanya összeesik a csempén. És ezt is egy jó sztorit, hogy Sanyának a sztoria. Igen. Igazából, hogy ő ott rendesen le is fejlődött. László hidegbérre végignézte, majdnem meg. Nőrinc Sanya betöri a koponyáját. Igen, tehát ő annyira profi, hogy leszarta. Igen. Tehát ott ugye meg az történik, hogy szintén ugye cselekvés a vége, Sanya összeesik, elájul, én pedig ugye lépek be a képbe, és ott csak kocsizás van, és úgy érkezik meg a kamera rám. Abban a pillanatban, ahogy esett össze a Sanya, én már léptem be a képbe, és ő abban a pillanatban teljes erőből bevágta a fejét az ajtóba, én pedig már így mondtam is a szövegem, hogy 10 év nagy idő. És így nem tudtam, hogy mi történik Sanyával, de hogy így az arcomon ott van minden, ami így lejátszódott bennem. Tehát szerepben voltam, és így mentem, és megcsináltam, és szerintem az a snitt az zseniális. Az egyik, tehát hogyha a saját snitjeim közül kell valamit, akkor az abszolút kedvenc. Hát meg tegyük hozzá, hogy a Szombat Máté életének egyik legjobb snitje. Ezt akartam mondani, hogy Szombat Máté olyan képet csinált ott, hogy így nem tudtam nem szépen nézni abba a kamerába. Akkor ez ötödikre volt meg? Nagyjából, nem tudom. De szerintem rosszul emlékeztek, mert a Sanyának biztos többnek tűnt egyébként. Ott nem voltak ilyen parák, tehát hogy nem volt szövegtévesztési gond, meg hasonlók. Ott maximum az volt, hogy te rontottad el. Nem jól érkeztél a kamerába, szóval ott inkább ez volt. Még Erzsiről csak annyit szeretném mondani, hogy ő mindig pontosan tudta a szövegét. Hát azért lehet, hogy az Erzsi mindig tudta a szövegét, de volt egy, ahol nem tudta, de akkor viszont nagyon-nagyon-nagyon nem tudta. Ugye ezt felírta az Orsi neki egy kis sajtpapírra, ami úgy emlékszem, hogy belecsippentve az anyukám által játszott Györgyi irattartójának a tetejére, és az Erzsi valójában azt onnan nézte. Egyszerűen már el volt fáradva az Erzsi, és érthető módon egy ilyen nagyon hülyes szöveget, aminek egyébként, hogyha majd visszanézitek a filmet, rá fogtok jönni, hogy semmi értelme nincs annak semmi, a szövegnek, igen. És azt az Erzsi nem bírta megjegyezni, és most átadom az Orsinak. Hogy mondta, hogy neki soha nem kell egy sugó. És akkor aztán végül is ugye ezt a kis hülye papírcetlit így odaadtuk neki egy ilyen keretbe, és akkor így végül is így köszöntöttük és bocsájtottuk el magunktól, hogy életed első sugására akkor így wow. Itt a cetli, és... Mi voltunk azok az emberek, akik ezt a szép hagyományt ezt elrontottuk valójában, hogy neki nem volt szüksége sugóra állítólag. Sikerült kihívás elé állítani Pásztor Erzsit, le a kalappal. Jó, lehet engem ekézni, de azért, tehát, hogy nekem írták a legértelmetlenebb szövegeket. Tehát, tény, hogy akkora bullshit tény. Halom, tehát, hogy így... Tény. Nagyon szépen köszönjük Sütő Ildikónak és Mucsicska Lászlónak is a cameót az epizódban. Még egy kérdésem van a hatóságilagról, ez a vörös fény. Az egész epizód így úszik benne. Azt várom már, hogy elkezd a Pásztor Erzsi hátrafelé sétálni, meg táncolni, és visszafelé beszélni. Meséltek erről a színválasztásról egy kicsit. Szerintem azért lett ez a szín kiválasztva, mert ez a piros szín, ez egyfelől jelenti a szeretetet, a nyugalmat, a békét, a szépet, a csodálatosat, de közben mégis csak így néz ki a vér, amikor kifolyik valaki testéből. Tehát jelent valami baromi nyomasztó, frusztráló, hihetetlenül felzaklató dolgot is. Én nem tudom, hogy miért pont ez lett a vörös epizód. Azt viszont tudom, hogy a vörös mögé igazából ennyit láttunk. Szerintem rátérhetünk az utolsó előtti epizódjára a filmnek, a Húsbábra.
Ez az, amelyben Tolnai Klára játssza a Dream Up Panni nevű influencert, és a Krausz Gergő az ő párját, Kristófot, akihez beköltözik Panni, és igen, hamar kiderül, hogy az együttélés azért elég komoly illúziókat le tud rombolni, meg egyébként is különféle váratlan nehézségekkel jár. Itt ki kell emelnünk még külön Hámori Dánielt és a csapatát, akinek a prosztetikjeit láthatjuk az epizódban. Na, hogyha a hatóságilagról azt mondtam, hogy ott az elrepülő toll így jelképezi azt, hogy elmerülünk a karantén zónában, akkor ebben az epizódban már így nem csak elrepül a toll, itt már elgurul a gyógyszer is, és David Cronenberg nedves álma válik valóra. Ezzel az epizóddal kapcsolatban főleg a VFX-re leszek kíváncsi, Zoli. A Tolnai Klári által viselt prosztetik az nagyjából teljes egészében fizikailag is meg volt csinálva. Kellett neked ezen valamennyi úton munkát végezned? Nyilván van az a rész, amikor már lába is látszanak. Mesélsz erről egy kicsit, hogy ez hogy nézett ki? Két helyen volt dolgom, mert egyébként a legtöbb helyen megcsinálták valóban az átalakulást igazi modellekkel. Viszont itt két helyen volt probléma, az egyik az az volt, tehát egyik maga a lábeltüntetéses sztori, ez egy nagyon flottul ment ez a rész, úgy értem, nagyon jól felvették, kétszer egymás után sliderrel azt, hogy ott ül lábbal, meg ott ül egy üres széken. Mi a slider? A slider az egy kamera sín, viszonylag kisméretű, kompakt cucc. A VFX kompozitálás egyik ilyen fő kameratechnikai eszköze, az a motion control kamera, ami azt jelenti, hogy van egy motor, egy elektromotor, ami leprogramozol, hogy mettől meddig, milyen tempóba járja le azt a távot a kamera, és hogyan, és ezt meg tudja ismételni remélhetőleg minél többször. Itt kétszer kellett, gondolom, mert kellett egy plate, meg kellett egy üres, amiben nincs benne a Klári, és egy olyan, amiben benne van a Klári, és akkor le lehet kompozitálni gyakorlatilag a plétre a lábát. Így van, ez így volt, és nem is vették fel többször, csak kétszer, és mind a kettő tökéletes volt. De annyi volt viszont, hogy itt volt egy kis húzás az eredeti tervhez képest, mert nekem, amikor eredetileg átbeszéltük, hogy mit kell csinálni, akkor azt mondták, hogy csak, hogy legyen olyan, hogy ott nincs lába, nincsen már térdből tovább a láb. És akkor én ezt megcsináltam először így, és úgy nézett ki, mint egy ilyen, hát mint egy amputált embernek egy ilyen sima, gömbszerű hát csonk volt a térde helyett, és olyan szép volt, mint egy műanyag bábú. Vagy mint egy igazi amputálás. És aztán valahogy ez felmerült, hogy ez nem elég groteszk, nem elég Cronenberges. Igen, igen, igen. És akkor ott így az lett a vége, hogy utána egy sokkal komplexebb összenőtt, tehát térdben is összenőtt ilyen húscsomót modelleztem le, és az lett a vége. Uh-huh. Ez az egyik, a másik prosztetik probléma az volt, hogy ennek benőtt az egyik szeme már korábban, és ez a prosztetik előbb, tehát valahogy így felszakadt. Bocsánat, annyi kiegészítést kell tegyek. Igen, ezt elmeséltétek a film podcastban. Igen, ezt elmeséltük egy másik podcastban, hogy azt tudni kell, hogy a Klári egyfelől baromi sokat készült erre a szerepre, amikor pedig forgattuk magát az epizódot, akkor a Klári nagyjából olyan fél öt körül kelt, sötétben, beült nagyjából ilyen 7 órára, 7-8-ra a sminkbe, egy szobába, ahova nem sütött be a napfény, ott nyomta este 6-7-ig, nem ment ki a teraszra. Minden nap, amikor forgatott, rá egyre több prosztetik került. A harmadik napra a Klári már konkrétan annyira tele volt prosztetikkel, hogy emberek kérdezgették, hogy Klári, segítsünk neked elmenni pisilni, vagy szeretnéd, hogyha átvezetnénk téged a szobába? Tehát mondta Klári, hogy az elején még ezt ilyen vittesnek gondolta, de 3 nap után már konkrétan egy ilyen nyomorultnak érezte magát, és hogy nagyon furcsa volt ez neki. Őt ez nagyon megviselte lelkileg, és pont azelőtt, a jelenet előtt, amikor rákerült ez a szemlefedés, akkor hát a Klári kiborult, és elpityeregte magát, és az a prosztetik szemfedés, amit látunk rajta az epizódban, az megtelt könnyel. És a Klári egyébként nagyon profi volt, mert pityerget, de azért két pityergés között elmondta, hogy 15 percet adjál nekem, Dani, és utána jól leszek. És ez tényleg így volt, hogy 15 perc után Klári, mintha semmi nem történt volna, megjelent a szedben, csak egy baj volt, hogy a prosztetik szeme az ki lett lukasztva,
És amikor ott látjuk, hogy már nincsen szeme, azt valójában a Zoliéknak lehet köszönni. Roland, most hozzád fordulok kérdéssel, ezt az epizódot te vágtad. Így van. Azt nem tudom már, hogy a kanapés konfliktus jelenetet egy vagy két kamerával vették-e föl. Szerintem négyel. Négy, azért igen, mondom, szerintem. Hogy legalább négy snitből látjuk azt a igen. Nem, két de két kamera, csak négy különböző snit. Csak háromszor. Ja, háromszor, csak más kamera, ja. Kamerákkal, igen. Na és én ezt nagyon sokszor megnéztem, és egyáltalán nem látni rajta a vágásokon, hogy bármiféle kontinuitási probléma fellépne, tehát a minden szereplők mozgása, az arckifejezésük, a testbeszédük, ahogy pozíciálva vannak a képen, az teljes kontinuitásban van vágások között is. Mennyire volt nehéz ezt neked így összevágnod? Érdekes módon, ugye Dani már az elején mondta, hogy fú, hát azzal meg fogok izzadni, az nagyon kemény lesz, de pont az jelenet volt az, ami annyira jó volt megírva, meg jó volt eljátszva, hogy így annyira nem volt sok, mert hát sakkozgatni kellett, hogy ott kicsit balra néz, akkor a másikba is olyat találni, az így megvolt. De ellentétben ja. Viszont a tányér összetörős jelenet, ahol össze van törve a tányér, hát azon szerintem egy három napot, pedig egy sokkal rövidebb jelenet, de három napig vágtam, és még utána a Danival összeültünk, és még újra rányomtuk még két napot. Dani valamiért szereti az olyan dialógusokat, ahol az egyik szereplő Google, a másik áll, és így nagyon mások az ilyen szemvonalak. Igen, igen, meg azért ott kicsit az volt, hogy másképp játszották el nagyon sokszor. Igen. Tehát sokféle verzió volt, és akkor Danival is így vacakoltunk, és hogy pont ott turmixol, és ott meg már nem turmixol a másikon, a fenében, tehát nem tudott sehogy sem jól kijönni, aztán van is benne kömmen baki. Ott a tányérosban van azért az, hogy a turmixolás nem kétszer történik, vagy egyszer elkezdi, de ott nem turmixol, csak később turmixol. Máté. Ugye az egész film minden epizódja tele van webkamerás meetekkel, beszélgetésekkel, amiket ugye külön forgattak, főleg a Balázsék. Én összesen egy darab ilyet vettem fel az Erikával, mert az Erika is látható egy másik epizódban, mert mindegyik szereplő kicsit itt-ott megjelenik a képernyőn. Ugye ez egy ilyen állandó kérdés, hogy akkor mennyire legyen autentikus ez technikailag a kép, tehát hogy valóban webkamerával legyen forgatva, vagy sem. Általában nem webkamerával forgatják, mint ahogy mi sem webkamerával forgatunk, de ugyan nem azzal a kamerával forgatok, amivel effektív a principal photography készült, de nem egy, tehát hogy nem sokkal rosszabb kamerákkal forgattuk, ezek Lumix fényképezőgépek voltak, főleg GH5, és ugye a DreamUp Panninak pont ez a webkamerás, vagy hát pontosabban a vlogja is ezzel a kamerával forgott, mint ugye egy vlogger kamera, és ezt a Balázs elmondása szerint ez hónapokkal később történt a maga a vlognak a forgatása az eredeti forgatás után. Szóval igazából az egész filmben két különböző kamerának a képe keveredik, de talán nem tudom ezekről a képernyőkről meséljenek a srácok, hogy... Igen. Itt van egy izgalmas sztori, ezt is a Balázs helyett tudom elmondani. Itt amúgy szinte az összes képernyőt utómunkába tettünk rá, a telefonokra, a laptopokra, és ebbe például a Milán többet dolgozott, mint én. Ja. De pont ebben a részben itt én csináltam nagyon sok telefon képernyő cserét, és hát van az a technikai kérdés, hogy ki kell trekkelni ezeket a zöld képernyőket. Igen. Általában ez úgy néz ki, hogy a zölddel ki van takarva a telefonnak a kijelzője, vannak rajta ilyen kis pöttyök, és akkor az könnyebb a számítógéppel össze. Igen, ezt a számítógép számolja ki, hogy azt a perspektívát ráillesz, és utána ott rakjuk be a 2D másik jelenetet, amit más kamerákkal vettek fel. És itt volt, itt van nagyon sok telefon nézegetés van, ahogy nézegeti az Insta sztoriát a lánynak. Igen, meg aztán van, hogy amikor hívja a Krausz Gergőt a főnöke. Igen, szóval nagyon sok ilyen van. Igen, igen. És a legtöbb helyen ez teljesen tisztességesen meg van csinálva. És valahol, nem, bocsánatot kérek, egy kis kritikát mondhatok, nem volt tisztességesen megcsinálva, mert nem voltak ezek a márkerek. Lehet, hogy nem volt már éppen olyan. Igen, igen, a költségvetés miatt nem voltak márkerek a zöld képernyő, tehát zöld volt a telefon képernyő, de nem voltak rajta ezek a trackpointok. Uh-huh. És ezeket, de amíg a négy sarok ott van, addig könnyű kitrekkelni. Csak volt egy olyan jelenet, ahol annyira szűken volt felvéve, hogy nem volt már benne a négy sarka, csak két sarka mondjuk, és ezt nem lehet megcsinálni így már a normális trekkelést. Uh-huh. És a Balázsnak mondtam, hogy hát ez a gond, és ő így teljesen ki volt akadva, de mondtam, hogy van 400 jelenet, hát felhasználunk valamit újra. Egy másikat bevágtok annak a helyére? Igen, szerintem másik nem lett volna gond, nem vett volna észre senki szerintem. De mondta, hogy nem, ilyen nincs. És ő megcsinálta azt, amit én nem hittem, hogy működni fog, és tökéletesen megcsinált, ez kár, hogy nincs itt, hogy elmondja, hogy otthon egy üres állókép
képet egy monitorra kivetített, és előtt, és a monitor képe előtt a saját kezével felvette újra a telefont egy másik kamera, ugyanazzal a kamerával, uh-huh. Tehát úgy, ahogy a nagy híres Disney produkciókban is ugye gyakorlatilag egy élő képernyő volt, hát egy képernyő háttér volt, tehát nem green hátteret vett, hanem egy igazi képernyő hátterébe az eredeti jelenet hátterét vette fel, és ott volt egy igazi telefon. Ez most bonyolultnak hangzik, egy lélegzetvétele is, de nagyon szépen megcsinált, és tökéletesen beleillik. Tehát, hogy újra felvette egy ilyen furcsa technikával, mert ő ennyire maximalista. A háttér az egy stíl volt. Háttér egy stíl volt, és igen. Aha. Igen. Nagyon jó. És nagyon jól néz ki, úgyhogy ez igen. Amúgy egyébként én a Green-t nagyon nem szeretem, mindig sok bajt okoz, és én ezentől azt mondom mindenkinek, hogy használja inkább ezt a technikát, és sokkal jobb technika. Egy jó nagy tévékkel, és vegyük fel a valami aha. eredeti élő háttérrel, mert sokkal jobb. Uh-huh. Na akkor utolsó kérdésem ezzel az egész húsbábbal kapcsolatban. Térjünk rá a szín elméletre. Itt főleg egy ilyen nagyon erős lila dominált, talán a pink még, ami megjelenik. Nekem ezekről az volt a benyomásom, hogy elsősorban az a szerepük, hogy az erős és ilyen neonos színvilággal pont azt a hangot teremtse meg, ami ezekhez az emberekhez kapcsolódik. A Krausz Gergő karaktere olyan cégnél dolgozik, ahol minden laptopon zajlik, és így a számítógépek szerepet játszanak az életében. A DreamUp-annél egy influencer, gyakorlatilag az Instán éli az életét. Szóval kellett egy ilyen nagyon mesterséges színvilág ehhez az egész epizódhoz, plusz még ehhez egy nagyon erőteljes sárga is hozzájön, ami meg nekem a romlott csirkehús színe, és ez így tök jó ez a kombináció, szerintem, hogy van egy ilyen nagyon mesterséges, főleg a digitális színekhez kapcsolódó erős lila, meg pink, meg van ez a sárga, ami meg az ilyen nagyon, nagyon zsigeri, nagyon, nagyon természetes szín. Képzeljétek el az aranynak a színét, ami arany. Egy ilyen sárga jellegű dolog, és ezt úgy szépnek látjuk, meg ezt egy olyan kívánatos dolognak látjuk. De amikor a rohadó csirkehúsra kicsapódik a sárga zsiradék, és már az ellenségednek nem adnád oda, mert olyan hányingerkelt, olyan gusztustalan az ilyen vastag, undorító, sárga fagyú, ami emberi fogyasztásra már alkalmatlan, azért az nem csúnya igazából, hanem szép. És valahogy a Balázs, amikor felvetett, hogy legyen ennek az epizódnak pink és az arany a színe, ami egyszerre tudja megidézni a húst és a csillogást, akkor azért gondoltam, hogy baromi nagy mázlink van, mert hogy a pink az önmagában az a nyers húsnak a színe tud lenni, de közben van egy ilyen kulturális mém, hogy az pedig minden ilyen menő, szexi influencer lánynak is a színe, az aranya pedig ugyanaz a helyzet. Végül ezért, ennek az epizódnak ezért lett ez a két fő komponense, és minél előrébb tartunk a filmben, annál több a pink egyébként. Viszont a Balázsnak volt egy olyan ötlete, hogy az egész filmben szeretne irreális fényeket. Az irreális fények alatt azt kell érteni, hogy olyan fényforrásokból érkeznek színek, amik lehet, hogy abban a nagyon eredendően realista környezetben nem jelennének meg. A húsbábnál hiába értjük, hogy ezek a színek tulajdonképpen karaktereket jelentenek, alapvetően se az arany, se a pink nem reális fény. Egy idő után elkezd hatni a nézőre, aha. hogy itt van ez a pink, amiről én nem hiszem, hogy hamvas tinédzser lányokra asszociálna a néző, hanem egyből inkább arra asszociál, hogy valamilyen önállításra asszociál. Igen. Asszociál a hamisságra. De fontos is, hogy ilyen motiválatlan legyen ennek a filmnek a színválasztéka, mert hogy hangsúlyozni kell, hogy ez a karanténzónában játszódik, nem a tényleges valóságban. Igen, és megint meg kell említeni a Redenszky Bernadettnek a nevét, illetve a Szabó Lucának a nevét, aki amúgy a Dream Up Annie kosztümeire fordította a legnagyobb figyelmet, aha. mert ő fontosan úgy akarta felépíteni
kosztüm szempontból a Clarit, hogy ne egy ilyen hagyományos, hogy is mondjam, szexi jó nőt csináljon a Clariból, hanem azért ez mégiscsak egy ilyen 20 sok, 30 kevés éves valaki, aki azért már nem akar feltétlenül ilyen tinilányként kinézni, miközben egy állati jó nőről beszélünk, ezért a Luca folyamatosan olyan ruhákba öltöztette a Clarit, ami egy fokkal extrémebb, mint amit felvenne egyébként egy korabeli lány, de közben meg mindig egy picit az influencerségnek szólnak azok a ruhák igazából. Akkor is, amikor nem a kamera előtt forog, vagy nem a kamera előtt szerepel, és akkor felidézném a igen, konyhás a, jelenetet. Az első randiuk például. Vagy a, így van, igen. Köszi szépen. A utolsó szegmensre is átértünk, a Seholra, mert tényleg pár apró kérdésem van, mert itt a VFX meg a vágás az, ami szerintem legalábbis a jelenlévőkkel megbeszélhető. A Sehol ugye az az epizód, amelyben a Lakatos Máté által játszott Péter, Peti Mackó, azt hiszem így is szólítják őt. Peti Manó. Peti Manó, köszönöm. Illetve a Pályaralma által játszott Kriszti bukkan fel. És hát ez is megint egy olyan epizód, hogy igaz, hogy az előző részben megmártoztunk egy ilyen influencernek az életmódjában, meg egy ilyen Cronenbergi szörnyévállásnak a teljes mikéntjében. Viszont itt most itt teljesen kézzelfogható módon megismerjük egy olyan sorakinek az élethelyzetét, amiben sokan tudunk azonosulni, hiszen ja, 2 centiméteres lakásban, vagy hogy fogalmazom az alma, kb. Így ágytól asztalig, reggeltől estig telik az élete. Ezzel kapcsolatban azt akartam megkérdezni tőled, Zoli, hogy már az epizód első szakaszában is elég sok VFX-et látunk. Van egy jelenet, sőt, azt hiszem többször is felbukkan, amikor nagyon dolgozik Peti, számítógépezik, programozik, és ugye a kamera elkezd távolodni tőle, és gyakorlatilag bele távolodik a monitor képébe. Ez volt a legmunkásabb jelenet, amit én csináltam ebbe a filmbe. Olyan. Nagyon sok jelenet van egymás után, és itt konzisztensen az a sztori, hogy ahogy telik az idő, egyre jobban belebonyolódik a munkába, és egyre több kócsort lát egymás előtt, és egyre több hibát is vét. Ez mind le kellett reagálni, hogy a színész géppel úgy mennek a sorok, és amikor üti, akkor pirosra villant, meg ilyesmi. És ezt a Balázs nagyon jól kitalálta, de én szerintem itt eléggé oda-visszahatottunk egymásra, mire ez összeállt. Ez, mert volt egy ilyen vízió, és aztán mire ebből így összeállt ez a kép, ez nem adta magát annyira könnyen. Tehát például szerintem a felvételt nem pont úgy vették fel, ahogy igazán egy laptop szemszöge van. Tehát játszani kellett, hogy lejjebb vigyük, arrébb vigyük. Aha. És ez sokáig tart. Aha. És azért ehhez kapcsolódik, ahogy igazából ez egy montásban látjuk, ahol megrendeli a burgert, megérkezik a burger. Ez mennyire volt leírva a scriptben, Roland, és mennyire volt a te munkád, hogy ez egy ilyen egyre gyorsuló montázsként jelenik meg a filmben? Hát ez rám volt bízva teljesen igazából. Az a jelenet például, amikor a kamera belemegy a monitorba, azt a Balázs meg a Dani egyben szerette volna mindig egy ilyen lezáró jelenetnek az egész végére. Én pedig szétszabdaltam, mert úgy éreztem, hogy sokkal jobb ritmusa lesz attól, hogyha mindig visszavágunk és megyünk beljebb a kamerával, aztán visszavágunk a klaviatúrára, hogy gépel, és akkor újra ez a kép. Szóval azért szétszabdalva. Az Zolinak talán kicsit megnehezítette a dolgát, hogy nem egyben volt az egész jelenet, de szerintem teljesen mindegy, hogy csináltuk. Mert itt ez a script ez eredetileg nem így lett megírva, mint ahogy látjátok, és a Balogh Peti, aki az epizódnak a rendező asszisztense volt, ő mondta, hogy legyen sokkal loop jellegűbb a forgatókönyv. És mi írtunk loop? Az Orsival... Loop. Hogy ismétlődik, mint igen. Egy idétlen időkig. Írtunk az Orsival egy ilyen ismétlődőbb jelleget, és a Roland ehhez rakta azt hozzá, hogy oké, de akkor ne az legyen, hogy a loopokban mindig ugyanaz történik, hanem mindig ugyanaz történik ugyan, de mindig egy picit furább, és minden loop még egy újabb elemmel egészítődik ki. Tehát, hogy ez az, ami alapvetően már a vágóasztalon dőlt el, és nem a könyvben. A Roland ebben még azt tudta nagyon ügyesen belecsempészni szerintem, hogy bár ugyanazokat a loopokat nézzük sorra, de mindegyik loopba van
mindig egy pici feszültség. Tehát, hogy egyre frusztráltabb a dolog, egyre zaklatottabban van vágva. Például az utolsóban van jump cut vágva először, az éles vágás. Tehát az direkt azt hátrahagytam, mert tudtam az elején. Igen, az direkt hátrahagytam, tudtam, hogy azt nem akarom ellőni, és az direkt utolsóra tartogattam, hogy az akkor legyen, mert akkor lesz már ilyen darabos az egész, hogy ott már így ugrálunk az időben sokkal jobban. Aha. Aztán van egy epizód, vagy van egy jelenet ebben az epizódban, Zoli, amikor azt hiszem, hogy jobbra svenkel a kamera, veszi a Peti karakterét, és először még számítógépezik, aztán kicsit elhomályosodik a kép, látunk egy monitort a fókuszban, és így mire visszafókuszálna Peti, addigra ő már katonai szedben van, és igen, tehát megy multiplayerezni, kodozni, nem tudom. Na, ez hogy nézett ki ennek az elkészítése? Mit kaptál meg a nyersanyagként? Felvették kétszer a jelenetet, egyszer beöltözve, egyszer meg civilbe, ugyanazt, de itt például nem... Ez is ilyen motion control kamera lehetett? Nem. Szerintem nem, ez nem illeszkedett össze. Igen. Tehát ez egy ilyen, ahogy esik, új puffan dolog jött ki. Akkor stabilizálni kellett a képen? Hát sok mindent kellett itt csinálni. Ez is egy olyan jelenet, amire én azt hittem, hogy ez nem fog működni, mert hogy nem minden precízen úgy van, hogy képzelem, de végül is aztán így elment. Pedig teljesen hibásak a perspektívák, hibás hivatalosan minden, de úgy összességben végül is valamilyen jó lett. Tehát itt nem nincs egyeztetve perspektíva, objektív. Nyilván az átmenet a két, az átalakulás alatt a fókusz a feliratra jön. Igen. Most ott szétcsúszik a kamera hátul, de mire visszamegy a fókusz, igen, az feltűnt. Új jelenetben van. És igen. Ez is olyan, hogy... De Blurnek köszönhetően annyira nem mondtam. Most nyilván mindenki ezt, hogy néz, akkor látják, hogy nem olyan jó, de azért... Igen, de a Connect szerver feliratot vezeti a szemedet, az úgy azt fogod nézni, és akkor a hátteret nem nézed. Igen. Magyarul. Igen. Azután nem sokkal meg elkezd lövöldözni a laptop képernyőjére egy ilyen gépfegyverrel, azt gondolom nem ott helybe vaktörvényekkel, hanem te rajzoltad bele a torkollatüzet, az hogy nézett ki? Bocsánat, mielőtt a Zoli válaszolna, de volt vaktörtény, volt pirotechnika, volt robbanás, de volt talán 3 vagy 4 lőszer volt, ami most ott konkrétan lepattan a ventilátorról, az például éles lőszer, az, ami felrobban a srác vállában, az éles lőszer. Majd, hogy úgy éles, hogy vaktörtény, csak vaktörtény, de hogy az ténylegesen robban, aha. Illetve 2 darab könyv felrobban a polcon. Az is pirotechnika. És az is pirotechnika, igen. Annak a jelenetnek szerintem így, hát a fele az valódi igazából. Amúgy hány ember vett észre, hogy nincsen tár a fegyverben? Még én se. De az egy ilyen Fortnite fegyver. Tehát az én előtte fél Fortnite órával fegyver. Találtam ki, hogy úgy nézzen ki. Fortnite látszódik, hogy nincs benne. Na mindegy, az biztos, hogy arra nagyon figyelt valaki, hogy amikor a torkolattűz látszódik, akkor még a színész arcán, Lakatos Máté arcán is látszódjon az, hogy az ott bevilágítja őt. Természetesen Dimet Balázs figyelt erre, mert na jó, ezt sem én csináltam, ezt is Milán csinálta. Ez kis ilyen 2D elemekből lett összerakva, de én úgy tudom, hogy sokáig bingiztek, mire ez meg lett. Mert pontosan a Balázs olyan maximalista volt, hogy torkolatúzza. Én valószínűleg nem is gondolnék erre különösebben, hogy nem annyit vacakolnék bele, de tényleg jót tett neki. Az epizódban több ilyen jump cut is van, amikor felébred a Peti, és megy újból dolgozni, és azok mindegyik ilyen nagyon... Van ilyen kis digitális artefaktot a vágásban, hogy ilyen nagy pixelek a vágást így... Ja, a glitch-ek, igen. Glitch-ek, igen. Az a te ötleted volt, Roland? Igen. Mikor vágtam még a jelenetet, összevágtam a jelenteket akkor, vagy a napokat, akkor volt ilyen leúszós verzió. Először úgy vágtam, hogy akkor szépen itt ússzunk le, minden nap végre leúszunk feketébe, de éreztem, hogy ez nem jó, és akkor igazából a végére már a glitch-eset küldtem a Darinak alapból. Szerintem. Értem. A záróképről meséltek már. Meg azt gondolom, egy jó Green stúdiós külön alkalom volt. Köszi. Bár a Szombat Máté azt gondolja, hogy ez egy Green stúdióban lett felvéve. Valójában nem, hanem felhívtam a Gerendai Károlyt, hogy szervusz, Karcsi bácsi, én vagyok a Zsótér Dániel, és szeretnénk a Lupán forgatni. Nem lehetne-e? Ez komoly? Igen. A Karcsi azt mondta, hogy jaj, Dani, hát ne viccelj, hát persze gyertek nyugodtan, csak beszéljünk meg egy közös időpontot, és akkor megadta egy emberének a számát, és talán annyit mondtunk neki, hogy ilyen 12-14 óra alatt meg lesz. Kivittük, ugye
arra a helyszínre ugyanazt a szettet, amit már leforgattunk, de valójában mi előbb vittük ki oda a szettet, mint hogy leforgattuk volna. Tehát, hogy az volt igazából a basic, amit a lupán forgattunk, és a filmben már azt kellett berendezni a látványtervezőnek, amit a lupán forgattunk. Tehát előbb forgott a lupa, mint a... Így van, igen. És utána volt az, hogy nekem ez az egész ilyen sehol, mint metatér, az valahogy a fejembe, bár nem beszéltünk arról konkrétan, hogy ez mi ez a metatér, de hogy a fejemben az mindenféleképpen valahogy így a túlvilágot jelenti. De ez nem egy ilyen pokol, menny, purgatórium beosztásban jelentkezik, hanem valami ennél érzékenyebb dolog. És akkor erre volt a Zoli, aki erre hozott hát, többféle vizuális megoldást. Egyetlen egy dolog volt biztos, amit elhatároztunk a Balázsra, hogy tengerpart, demerung, naplemente jellegű dolog, és végtelen víz. És itt így mondjuk a Balázsnak ebben az esetben most az a baj, hogy nincs előttem pontosan a plán, hogy hogy néz ki, de hogy kellett arra figyelni, hogy a fejtető az ne kerüljön fedésbe a horizonttal, vagy ilyesmit, meg tehát, hogy... A Máté feje fölött konkrétan volt egy sziget, a bal oldalán volt egy mélyvíz csak úszóknak tábla. Na jó, azért átveszem, mert ez nem volt ilyen egyszerű. Jó. Szóval ez volt a felállás, hogy ők... Végülis nem volt benne az, hogy egy ilyen trópusi tengerparton van, de hogy, bár ez lehet, hogy csak én képzeltem bele, de hogy ő egy ilyen jó helyen van a srác szempontja szerint. És egy jó helyen van, de azért de érted a... Bizarr. De fura, igen, tehát hogy a hely fura. Nagyon, nagyon szépek a színei, meg nagyon idilli, de hogy a végtelen tenger az para szerintem hát alapvetően. Túl jó helyen, ilyen túl furcsa, ilyen érzed, hogy ez nem oké. De, meg és meg akkor... egy ilyen Windows háttérkép hangulata van az egésznek. Köszönöm, Máté, ez nagyon jól esik. Tehát, hogy de hogy ettől van egy digitális világ hangulata. Hát nem így szerhet, ott minden digitális igazából. És tehát az a lényeg, hogy tehát egyrészt úgy vették fel, hogy egy ilyen dombon lefele vették fel, ezért a horizont nem ott van, ahol a filmben, hanem tehát a feje fölött vannak a szigetek, ezért kicsit furcsa az egész amúgy a perspektíva. És ezért sok... Tehát azért a vége, hogy a vizet kiszedtük teljesen, és egy teljesen digitális ilyen óceánt raktunk oda, digitális hullámokkal, digitális, az ég az egy Windows háttérkép, de kb. Tényleg. És ki van rotózva az ember. Ja, és játszott a lehelete, azt is ki kellett szedni. Jó, hogy a gerendai megengedte, hogy aztán jól kiszedjétek a vizet. A tavából. Csak hogy kicsikét a művészurakat is elővegyük a színjátszásból, azért, amit ott Lakatos Máté azt a mosolyt, amit elereszt a végén, a zseniális. Ez csak azért ragadt meg bennem, mert eredetileg a kettes borító, ami később kikerült az HBO Max-ra, az eredetileg bannerokból állt, amit Dani mondta, hogy készítsek el mindegyik epizódhoz egy-egy bannert, vagyis az alkotótársam együtt készítsünk el egy-egy bannert, és akkor azután valamilyen fajta formájú felhasználása kerül. És az első banneron ez a tökéletes záró jelenet volt, ahogy a semmi közepén, ez szépen úgy, ahogy ebbe én is beleraktam szabadkézileg a glitcheket, úgy, ahogy megcsinálva, vagy a képfele kezd eltünedezni, és ez a pokoli mosolya volt benne. Ha még egy pár szót lehet erről ejteni, eredetileg a koncepció az úgy nézett ki, hogy ami alternatív borítóként került ki, az lett volna a valódi borító. Aha. Csak valamilyen okból kifolyólag az HBO úgy döntött, hogy az nekik mégsem, és akkor erre készült ez a másodlagos ilyen, hát én inkább azt mondom neked, hogy a bannerokból összeólózott cover jellegű dolog. Mikor megnézel egy ilyen filmet, ami 5 szegmensből áll, és mindegyiknek van egy erőteljes karaktere, vizuális, markáns megjelenése, hogyan állsz neki borítót tervezni egy ilyes valaminek, ami ennyire diverz. Ezt azzal kezelem neked, hogy ebben az a vicces, hogy ezen a filmplakáton kívül nekem 3 darab régebbi munkásságom volt hasonló formában, tehát ami kimondottan mozgóképhez készült volna. Uh-huh. Azok a Hellraiser 1-től 3-ig gyűjtői változatához készültek volna, ami Németországban jött volna ki.
amivel mikorra elkészültünk a teljes munkássággal, addigra a kiadó elvesztette a jogokat. Úgyhogy így kimondottam, mint filmborító, ez volt az első. Itt igazából itt nagyon sok múlik mindig azon, hogy én megkérdezem az adott klienst, barátot, akárkit, akinek éppen dolgozok, hogy te mit szeretnél rajta látni, mi az, amit te kiemelnél belőle, és mivel, hogy ő volt a rendező, tehát saját filmje, ő el tudta mondani, hogy mit szeretne. Nem is tudom, talán a fejes dolog az a te ötleted volt, hogy egy nagy fejen belül egy fej, és maga perspektíva volt már inkább a mi unszolásunk szerintem. A te ötleted az volt, hogy ez valahogy jelenjen meg egy szemében, hogy hogyan lehetne ezt az egész filmet egy emberben reprezentálni. Talán ezt vetetted fel kérdésként. Én pedig azt dobtam be, hogy mi lenne, hogyha az egyetlen egy ember fején jelennének meg más arcok, az milyen para. És ahogy ezt így kimondtam, a Laci az gyakorlatilag tényleg nem, most nem túlzog, igen, mert akkor nálunk voltatok. 32 másodpercen belül ezt így leskiccelte egy szalvétár. És akkor így ebből lett ez az alternatív plakát. Én szeretem az alternatív plakátot. Igen. Mások nem annyira szerették. Szerintem jobb, mint a hivatalos. Az origin. Én is így gondolom. Hát pont ez, amit mondtam, hogy igazából most itt nem az, hogy ki szereti, ki nem szereti, hanem mivel, hogy a film utána egy termékké válik, és persze, a szolgáltató és oldal. Igen, ők mondják ki rá, az áment, hogy mi az, amivel ők kiengedik az oldalukra. Én nem tudom, én még úgy mertem, azért csináltam meg Daninak az Ádámmal ezt a fajta alternatív borítót, mert nekem valahogy az volt a fejemben, hogy mivel a karantén mindenkit becsukott, de egy picikét azt éreztetni, hogy a középen álló személy az maga az, aki majd megnézi, akinek a fejében az egész csak lejátszódik, hogy lehet, hogy nem is filmet néz. Na jó, még néhány kérdésem van most már csak Rolandhoz. Ilyen kis kulisszatitkokat áruljál nekünk azért. Most már szabad. Kijött egy hónapja a film. Mik maradtak a vágó asztal, vagy a vágószoba padlóján? Vannak érdekes jelentek, amik nem került ebbe a végső filmbe? A húsbából több jelenet is kikerült, egy konkrétan fő jelenet is kikerült belőle, ami miután a vita után a fiú fésüli a Panninak a haját, tehát utána lévő jelenetben van, hogy mossa a fogát, és még pisilni is elviszi, ez egy egész jelenet, ez össze lett vágva, de ki lett belőle szedve. Igen, szóval ez ki lett belőle szedve, össze lett vágva, de ki lett szedve bizonyos okok miatt, mert nem működött valahogy jól, de abban a filmben sok-sok apróság van kiszedve, például a legelső jelenet úgy indul, hogy a lány az a nappali távoli sarkában ül, és akkor oda sétál, miközben a fiú csinálja a húst. Nem olyan izgalmas a téma, de hogy én úgy gondoltam, hogy ne sétáljon oda, hanem alapból már ott üljön mögötte, sokkal egyszerűbb az indulás. És hasonló jelenetek, ilyen kis apróságok kilettek belőle szedve. Mm-hmm. A Seholból, onnan nem, az ott nagyjából megmaradt minden abban az epizódban. Sőt, büszke vagyok, hogy ahogy össze lett vágva, a Dani azt mondta, hogy hát ez így fasza, ahogy van, aztán átjött, és még kiszedtünk belőle egy kis jelenetet, amit végül nagyjából visszaraktunk, és akkor igazából ez ilyen büszkeség, hogy úgy lehet összevágva, hogy Dani nem ült ott, de végül is ilyen maximális elégedett volt vele. Aha. Számomra ez így nagyon jó volt. Zoli, Máténetek, van ilyen, amire nagyon büszkék vagytok az epizódotokból? Vagy úgy általában a filmből? Igazából Zoli, neked több is lehet. Mondd, Máté, még gondolkozom. Igazából, amit a Dani már elfelejtett, és már megmásíthatatlan ez az egész, hogy amit már említettem korábban az adás egy órával ezelőtt szerintem, hogy az utolsó jelenet, viszont tényleg ez történt, hogy az eredeti draftban az van, hogy ott megváltoztattuk a koreográfiát. Igen, hogy Erika néz vissza a szobába, ahol tele van a szoba sanyákkal, és ezt útközben én nekem ez az élénk emlékem, hogy mondtam, de figyelj, Dani, legyen már egy fordulat a végén, hogy és azóta biztos az Orsival ez közegyezményesen, mert nem, én nem én erre büszke vagyok, hogy ezt én nem vitatom, hogy ezt lehet, hogy a Máténak volt a gondolata, de nem emlékszem erre, hogy ez, bár hogy
Keressétek ki az első draftot. Egy kérdés akkor, hogy ez hogy lett volna, mert én sem tudtam, hogy így volt, hogy akkor a Sanya nézi saját magát. Az, hogy Erika nem viharzik be a fürdőbe, hanem valahogy az utolsó Sanya valott lefájtol valamit. Hogy lesz egy nézőpontváltás igazán. Igen, és gyakorlatilag nem a Sanya pozíciójából visszafordul, és azt, amit mi végigkövettünk jelenetről jelenetre, hogy egyik Sanya ezt mondja, másik Sanya ezt mondja, azt az összes Sanyát látjuk egy totálban. Egybe látjuk. Ennyi lett volna eredetileg. És én erre büszke vagyok, hogy ezt én hintettem el, hogy ezt változtassuk meg. Én is. Zoli, közben eszedbe jutott valami? Igen, a legnagyobb szakmai kihívás volt, és végig is abszolváltam, de ebből senki nem látott semmit, az a főcímben, ami szerintem nagyon jó a főcím. Igen, hogyha itt lenne Dimet Balázs, akkor arról csomót beszéltünk volna. Igen, az mindenki azt hiszi, hogy 3D, de hát ez teljesen semmi közön hozzá, azt felvették ilyen szuper modellekkel, nagyon ügyes. És abban van egy olyan, csak bele kellett rakni néhány ilyen betétet. És ott van egy olyan kép, ahol vannak ezek a gipsz fejek, igen. Ezek végig mennek a jelenetek, és az elsőben egy ilyen kézfertőtlenítő gél folyik végig a fejeken, és azt mondta ott a Balázs, hogy hát, hogy jó, ez tök jó lett, csak hogy több gél kéne rá, mert nem látszódott nagyon. Természetesen itt is, hogyha beszéltek volna velem előtte, mielőtt felveszik, akkor mondtam, hogy ne rakjanak rá semmit. De most nekem az volt a bajom itt, hogy itt volt egy nagyon specifikus viselkedés ennek a gélnek, amihez igazolnom kellett a szimulált folyadékokkal, és hát szörnyű volt. Tehát pont amiatt, mert az egész el volt görbítve, a gravitáció nem úgy működött, mint a valóságban. Yeah. Így körbe fonta a fejet a gél, tehát nem fentről lefele folyt, hanem hátulról előre folyt. De végül lett valami, tehát nem, ezt se vettétek észre, hogy rossz, csak ezzel nagyon sokat szenvedtem, és erre lehetek büszke, hogy végül is megoldottam, úgyhogy sziszenszve. Hát igen, amikor a nagy produkciók vannak, ott általában ilyen jeleneteknél mindig kint van egy VFX supervisor, aki ezt megbeszéli a helyszínen. Oké, Roland, még egy ilyen trivia kérdésem van neked, hogy szokás, hogy a vágás során már az ember, már a vágó oda tesz valamit a hangsávba, egy zenét, tempscore-nak szokták ezt hívni, valamit, amit kiválaszt arra, hogy úgy sugallja, hogy milyen lesz majd ez a jelenet a végső vágásban, vagy a végső filmben. Te miket használtál, milyen tempszkórokkal dolgoztál, amiket aztán majd később a film későbbi kompózerei kicseréltek. Igen, ezek nem fogja senki látni, csak az alkotók látták, de hogy a Muki alatt inkább az ilyen klasszikus horror zenéket használtam, amik így nincsenek lejáratva, tehát a Polanskinak a Lakója, a Possum című angol független horrorfilmnek elég ilyen, hogy is mondjam, instrument, vagy kísérleti, experimentál zenéje van, azokat használtam, meg videójáték zenéket többet. A Seholban a Dani kérése volt, hogy vegyük elektronikusra az egész hangulatot, és akkor ott igyekeztem az Annihilation filmből raktam bele. Aha. Elég jót, van Stranger Things is benne, amúgy volt benne Stranger Things egy helyen. A videójáték zenéből Last of Us volt használva a lövöldözés jelenet alatt például. Aha. A Húsbában pedig inkább ez az idilli zene, amiben meg alatta húzódik az iszonyat, és akkor ilyen a Jokerből használtam, az is elég... Szerintem amúgy a Húsbáb lett a legmásmilyenebb zeneileg, mint ahogy te elképzelted, mert hogy a Roland egy picit én úgy érzem, hogy az egyszerűbb oldaláról fogta meg a dolgot, hogy influencer lány, ironikus ilyen-olyan zene, de a Leonard von Ramdonk, aki a zeneszerzője volt a filmnek, ő ehhez az epizódhoz vonós négyes furcsaságot írt eredetileg, ami kurvára nem jön az Instagramhoz, meg a Facebookhoz, meg az influencerséghez. És a Marci ezt fejlesztette tovább igazából, hogy... Szegedi Marci, aki meg a társ zeneszerző, ugye? Hát aki a zenei producer és társ zeneszerzője a filmnek. Tehát, hogy a Marcival döntöttünk úgy, hogy akkor ne üljünk fel az influencer vonatra zeneinek, hanem
dolgozzunk nagyon ellene, és emlékszem, hogy például a tányértörős jelenetnek a vége, oda a Roland berakott valamilyen ilyen minimál technó dolgot, igen, és a Marci megmondta, hogy de hát ide nem ez kell, hanem ide kell három darab brácsa hang, és így az lett végül a filmben, és emiatt van az, hogy az egész epizódnak tulajdonképpen egy ilyen a rohadt nyomasztó, lagzi végi kesergésből adódó brácsa hegedű páros a szkórja igazából. Igen, de például a Seholban a lány, aki elcsábítja, azt én egy kicsit démonibra fogalmaztam zenével akár, tehát hogy nekem mindig volt egy ilyen démoni vonal, ahogy ő így megkísérti és így berántja ebben a másik alternatív valóságba, és ez végül a végső változat jól sikerült, ugyan, de nekem ez így hiányzott a végén, hogy ez úgy nincs igen, benne. Van inkább egy ilyen az izgalomra fekteti a hangsúlyt a végső szkór, meg arra, meg hogy a ez, pornóra, meg igen. Hogy ez pornós, igen. Igen. Értem. Jó, tök érdekesek szerintem, amiket mondtatok. Nagyon szépen köszönjük mindannyiótoknak, hogy meséltetek a filmről, meg hogy mit dolgoztatok ti rajta, és köszönjük a kitartásotokat is, végig is elég hosszúra sikerült ez a felvétel. Nagyon köszönjük még egyszer mindannyiótoknak, hogy itt voltatok. Én nagyon élveztem, meg csomó mindent megtudtam. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük neked is, Dani. És akkor a kedves hallgatóknak pedig legközelebbi epizódunkban találkozunk. Nagyon köszönjük, hogy eddig is velünk tartottatok, és sziasztok!